Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetemünk nyári szünet előtti utolsó előadásán. Vendégünk pedig nem más, mint a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kuruc.info nevét is vállaló, szabadlábon lévő munkatársa, Ábrahám Barnabás történész. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! És a témája pedig nem más, mint a népbírósági koncepciós perek a hortikori magyar elit ellen. Az egész történelmünket végigkísérték a koncepciós ítéletek, és manapság is sokszor elszenvedői vagyunk, leggyakrabban talán a Facebook önkényes koncepciós ítéleteinek, mondhatnám mindahányan, magunkfajták, de épp most büntet meg Kövér László engem 5 millió forintra, mert a cigánybűnözést mertem említeni, mint miáig megoldatlan társadalmi problémát az ország házában, az országgyűlésben. Úgyhogy koncepciós ítéleteket, túlkapásokat, önkényeskedéseket láthatunk ma is, de azért mégis az egész történelmünkből kimagaslik mind tömegét, de talán leginkább súlyosságát illetően az úgynevezett népbírósági perek és azok az ítéletek. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy előadást szentelünk ennek. Egyébként is a történelem kimagasló fontosságú a Fekete István Szabad Egyetem életében, hiszen igazgatónk sem más, mint dr. Popé Gyura, az MTA doktora, aki minden előadásunkat megtiszteli jelenlétével, és reméljük, hogy a szükséges recenzióját is adja az elhangzottaknak. Minden esetre a mai témánk és előadónk tehát a népbírósági koncepciós perek, illetve történész bajtársunk, Ábrahám Barnabás. Nagy szeretettel köszöntök akkor még egyszer mindenkit. Nyilván ez egy olyan téma, hogy előd is felkonferálta, hogy nem egyetlen előadásba lehet ezt besűríteni, a népbíróságok kérdését, illetve a népbíróságok történetét, hanem lényegében egy előadás sorozatba, akár egy több évadot is felölelő előadás sorozatba. Nyilván ezt meg fogom válaszolni, hogy miért, viszont előtte egy-két dologról így úgymond általánosságban. Az egyik az, hogy általában én kettő dologra szoktam figyelni egy történelmi előadás keretében. Az egyik az az, hogy mindig szoktam egy-egy könyvet elhozni, ami számomra fontos, illetve tudást merítettem belőle. Ez most is így van, a Vádló Bitófák című Fiala Ferenc és Marsalkó Lajos által összeállított lényegében memoárból fogok felolvasni egy-két részletet, ami igazából úgymond, most a szó rossz értelmében úgymond, mert szomorú témáról van szó, színesíti ugye a hallottakat. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne csak térben és időben tudjunk valamit elhelyezni, de ugyanúgy úgymond magunk el is tudjuk képzelni a látottakat, erre pedig az említett publicisták munkája kiváló alapanyag. A másik pedig az, hogy ez annyira nem a történelemhez vonatkozik, de szoktam mindig lényegében aktualitásokat is hozzácsapni úgymond az előadáshoz, ugye erre is utalt előd, a Facebookkal kapcsolatban itt, illetve a közösségi médiával kapcsolatban. Még hogyha nem is olyan fajsúlyú nyilvánvalóan, mint egy népbírósági ítélet, de fogunk majd párhuzamokat vonni. Úgyhogy akkor vágjunk is bele, és köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttetek ezen a nyári napon. Valahol ott kezdeném, hogy szerintem európai viszonylatban olyan ország, rajtunk minket kivéve, ahol ennyi miniszterelnököt, illetve politikust ítéltek halálra, lényegében röpke, hogyha Batthyányit is ide vesszük, akkor 105, kicsit több mint 150 év alatt, amely az európai történelemben egyedülálló. Nyilvánvalóan most Batthyány Lajosnak a kérdéskörére, illetve az ő szenvedésére nem fogunk kitérni, ahogy Nagy Imréjére sem, mert az már ugye kívül esik a Horthy korszak ítéletein. Viszont, hogyha megnézzük, akkor a Horthy korszakból volt a legtöbb halálra ítélt miniszterelnökünk is. Ugye ezek név szerint a kivégzés sorrendjében haladva, kezdve a legkorábbitól
Bárdossy László, Imrédi Béla, Szálasi Ferenc, illetőleg Sztójai Döme. Bár külön ki fogok térni az ő pereikre egyébként, mert érdemes. Bárdossy Lászlót 1946. januárjában, Imrédi Bélát februárban, Szálasi Ferencet márciusban, Sztójai Dömét pedig augusztusban végezték ki. Ugye itt van Szálasi és Sztójai között egy nagy szakadék, ezt is majd el fogom mondani, hogy miért. Illetőleg akit részletesebben fogunk tárgyalni, az Imrédi Béla személye, egyrészt azért, mert Bárdossy mellett talán ő az, aki a legjobban megtestesíti a Horthy korszakot, illetőleg ennek egy olyan oka is van, hogy az egyetemen ő volt úgymond a szakterületem, tehát vele foglalkoztam a legtöbbet. Ugye a második világháború lezárását követően egyértelmű volt, hogy az első világháborútól eltérően nem csak úgymond az államokat fogják például területileg megbüntetni, vagy nem csak békekonferenciát, úgynevezett békekonferenciát fognak szervezni, de politikusokat, illetőleg olyan egyéneket is el fognak ítélni, például publicisták, értelmiségiek, akik valamilyen szinten azt a rendszert szolgálták, akik úgymond a világháború vesztes oldalán álltak. Ugye ez államoktól nyilván eltérő, tehát egyrészt ez a mondjuk a harmadik birodalom esetében nyilvánvalóan a német nemzeti szocializmusra vonatkozik, Románia esetében az Antonescu-féle rendszerre, Szlovákiában ugye a Tiszó-féle, hát igazából nevezhetjük szerintem fasiszta Szlovákiának, illetőleg magyar viszonylatban pedig egyrészt a Horthy rendszert érinti ez a kérdés, illetőleg ugye 1944. október 15-től magát a Szálasi rendszert, viszont itt felvetődik egy olyan kérdés, amivel a történettudomány annyira behatóan nem szokott foglalkozni, és igazából én nem is értem, hogy miért, mert engem egyrészt nem csak régóta izgat a kérdés, de mind a mai napig keresem rá a választ, és egyszer ez a véleményem, egyszer az, ami lehet, hogy egy kicsit így vicces, de egyébként megvan rá a jó okom, hogy 1944. október 15-től tartó, 1945. április 12-éig tartó időszak, amikor ugye az utolsó magyar-német csapatok elhagyták Pinkamincentnél az országot, hogy ez a hat hónap, kicsit kevesebb, mint hat hónap, ez mennyiben tekinthető egyébként a Horthy rendszer részének. Na most ezt azért hoztam most szóba, külön téma is lehetne, de azért hoztam külön szóba, mert ez egyébként a népbírósági ítéletek szempontjából, illetve a született ítéletek és maga a tárgyalás folyamat szempontjából is fontos és esszenciális kérdés. Na most, olyan szempontból pró és kontra is fel lehet sorolni érveket. Pró nyilván azt lehetne felhozni a leghamarabb, vagy a leginkább, hogy akik lényegében a 44. október 15-i rendszerben is részt vettek, és akiket egyébként a népbíróságon, ezt majd látni fogjuk, hogy másként kezeltek valamilyen szinten, mint a korábbi elitet. Viszont nagyon sok a folytatólagosság, vagyis a kontinuitás. Tehát akik úgymond a hungarista rendszerben részt vettek, azok közül lényegében a legtöbben, vagy a politikusok értelmiségiek 3/4 valamilyen szinten már működött a Horthy rendszerben is. Na most nyilván ez is egy abszolút széles spektrum, mert voltak már a Horthy rendszerben is úgymond megbecsült elismert politikusok, voltak, akik börtönben voltak, illetve voltak olyanok is, akik mondjuk perifériára szorultak, elvették a mandátumukat például, ugye, tehát mindenféle életút megmutatkozott a 44 október utáni politika elitnek a környezetében. Na most visszatérve a győztesek koncepciójához, ugye ez már Jaltán, illetve a Potsdami konferencián is ugye felmerült a szövetségesek részéről, ugye egyrészt a keletről a Szovjetunió, ugye a bolsevizmus, nyugatról pedig ugye az angol szász hatalmak részéről,
hogy ugye az első világháborúval ellentétben itt konkrét személyeket és ideológiákat fognak megbüntetni. Ez is külön téma, de muszáj kitérni nagyjából két mondat erejéig Nürnbergre. Nürnberg nyilvánvalóan azért a legtöbben itt az ottani katonai törvényszéknek a működését, illetve a működési mechanizmusát, az ítéleteket feltételezem, hogy az itt jelenlévők egy jelentős része azért ismeri. Na most az az érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogyha a háborús oldalról közelítjük meg, akkor a harmadik birodalom ugye messze jobban részt vett a úgymond a hadműveletekben, illetve a tengely politikáját, ugye legnagyobb részt, mint legnagyobb, legerősebb állam, ugye ők szabták meg. Mégis, hogyha megnézzük Nürnberget, akkor jóval kevesebb és más módon születtek meg a halálos ítéletek, mint például a magyar népbíróságok esetében. Most számszerint nem fogok tudni számot mondani, csak így fejben nagyjából összeszámolni, de úgymond a harmadik birodalom vezető politikai tisztségviselői közül, vezető politikusok közül szerintem egy ilyen 10-11 embert ítélhettek halálra, születtek felmentőítéletek. Sok esetben olyan felmentőítéletek születtek, amiért itt például Budapesten a Budapesti Népbíróság kötél általi halálra ítélt volna embereket. Tehát ilyen szempontból a nyugati törvénykezés, illetve a nyugati katonai törvényszék az máshogy állt ehhez a kérdéshez. Nyilván most nem azt mondom, hogy ott ne lettek volna visszaélések, és hogy most az úgy az etalon úgy mond, mert nem erről van szó, főleg, hogy a világháború vesztes oldalán álltunk, ők pedig a győztesek. Tehát ott is érvényesült a győztesek írják a történelmet nevű kifejezés, amit szerintem a második világháború szemléltet a legjobban. Ugyanakkor azt nem lehet feledni, hogy a magyar népbíróságok, magyarországi népbíróságok, mert ezek az esetek nagy részében csak névleg voltak magyarok, ezt értse mindenki jól, sokkal szigorúbban vették a egyrészt a háború szerepvállalást is, illetve mindent, ami a tanácsköztársaságtól kezdve lényegében 1945-ig bezárólag a magyar politikai atmoszféra része volt. Mert hogy egyrészt voltak olyan törvények, amelyek kontinuitást vállaltak olyan szempontból, és ez érdekes, hogy az egyes rendszerek hogy váltják egymást, hogy azok alapján ítéltek el Horthy korszak beli politikai szereplőket, olyan törvények alapján, amiket mondjuk például ők hoztak korábban. Például ilyen volt a hűtlenségről, zendülésről szóló 1933. törvénycikk, amely lényegében arról értekezett, hogy aki egy külső állam segítségét veszi igénybe ahhoz, hogy Magyarországon mondjuk bármiféle lázadást, vagy a hatalom erőszakos vagy nem erőszakos átvételét kísérelje meg, ugye azok ezen paragrafusok során, amit most nyilván nem fogok részletesen ismertetni, elítélhetők és elítélendők. És ez az 1930-as törvénycikk, ez visszaköszön például akár Imrédi Béla, vagy például Szálasi Ferenc perében is. Erre majd ki fogunk térni, amikor hozzájuk érkeztünk. De ilyen volt például az 1921-es, az is harmadik törvénycikk, legalább így könnyű megjegyezni, rendtörvény, amelyet egyébként pont Imrédi Béla 1938-as miniszterelnöksége idején modern szóval éve turbózott fel, tehát szigorított. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak azok ítélhetők el, akik mondjuk az adott rendet veszélyeztetik, például fegyveresen vagy felkelés szerveznek, hanem azok is, akik mondjuk például nem, tehát magát a cselekedetet nem hajtották végre, de a cselekedeteikből, politikai tetteikből arra lehet asszociálni. Tehát ez lényegében úgymond előre, ez egy előrevetítő kiegészítés volt. Ezt egyébként Imrédi 38-ban pont a nemzeti szocialisták megfékezésére hozza még ezt a törvényt.
ugye Horthy Miklós azért kérte fel Imrédit 38 májusában, hogy töltse be a miniszterelnöki pozíciót, hogy ugye fékezze meg a magyarországi szélső jobb oldalt. Aztán hát ez egy érdekes dolog, hogy aztán végül Imrédi is maga szélső jobb oldalivá vált. Egyébként a mesterszakos diplomamunkámban pont erről értekezem, hogy ennek milyen állomásai voltak, és hogy jutott el végül Imrédi oda, ahova. Ezt most nem fogom ismertetni, talán egy másik alkalommal. Igen, tehát most szemléltettem ugye két törvényt, amit aztán ugye a népbíróságok is felhasználtak azok ellen, akik ugye hozták. Na most ugye az, hogy a világháború vesztes oldalán álló politikai garnitúrát, illetve nem csak a garnitúrát, de magát az ideológiát, amely a tengelyhatalmak mögött állt, meg kell büntetni és el kell pusztítani. Ez tehát közös akarata volt a keleti, illetve a nyugati szövetségeseknek, ugyanúgy érdeke volt az angol szászoknak, mint a bolsevistáknak. Na most Magyarország ilyen szempontból annak a bizonyosnak a rosszabbik végén állt. Nyilván itt nem az angol szászokat akarom mentesíteni, mert nekük is bőven van vaja fülük mögött, de az, hogy lényegében szovjet szuronyok árnyékában folyt az ítélkezés Magyarországon, ez jóval megnehezítette például a védekezőknek is a dolgát. Mint említettem, ugye Nürnbergben ez máshogy nézett volna ki. Úgyhogy amire még érdemes így nem is előjáróban, de így az elején kitérni. Jó, még van időnk bőven, mert hajlamos vagyok elkalandozni, de próbálunk figyelni. Amire még érdemes ugye kitérni, tehát az, hogy ennek a büntetési mechanizmusnak milyen fázisai voltak, ez még a jövőbeli keleti blokkban is és abszolút eltért. Ugye népbíróságok, illetve halálos ítéletek nem csak Magyarországon születtek, hanem más szovjetek által megszállt országokban is. Így például ez egy érdekes példa, de ugye Románia jó szokásához híven ugye az utolsó pillanatban cserben hagyott minket a világháborúban. Nem fogok most ebbe belemenni, hogy mi alakulhatott volna másképp, hogyha ezt Románia nem teszi meg, de az bizonyos, hogy sokkal hatékonyabban tudtunk volna védekezni a Kárpátok hágóin, hogyha románok nem döfnek hátba. Viszont ugye az árulót, azt szokták mondani, hogy az árulást szeretik, az árulót viszont mindenhol megvetik. Ez így volt Románia esetében is. Ugye nem elég, hogy az átállt román hadsereget a szovjetek később, amikor pont itthon kellett például ugye harcolni ellenünk, a legnagyobb tűzfészkekbe vetették be. Például a keleti pályaudvarnál volt nagyon erős német-magyar ellenállás, ugye a betörő Budapest ostroma során a januárban, 45 januárjában a betörő szovjetek ellen, és például abba a katlanba például román katonákat küldtek a bolsevikok, illetőleg amikor elfoglalták ugye nagy nehezen a fővárost február 13-án, utána itt ilyen nagy győzelmi ünnepét rendeztek, és a románok ezt például nem várhatták meg, hanem Szlovákiába vezényelték őket az ottani arcvonalhoz. Viszont nem csak az átállt katonákat, illetve a hadvezetést büntették Románia szinten, de a politikusokat is. Így például az igaz, hogy Antonescu marsal ugye nem volt az árulók között, akik ugye átálltak a szovjetek oldalára, de egyébként őt is kivégezték, illetve számos olyan román politikust is, akik viszont részt vettek az átállásban. Ugye Szlovákia esetében egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú kirakat perben József Tiszót is halálra ítélték, illetve a Csemorva protektorátusnak a vezetője, Emil Háha, őt csak azért nem ítélték halálra, mert 45-ben meghalt a börtönben. Illetve még a Jugoszlávia területén ugye egy önálló horvát állam működött a háború idején. Nyilvánvalóan itt is lettek volna perek, azonban Anton Pavelić az önálló horvát államnak a vezetője most vagy Portugáliába, vagy Spanyolországba menekült, tehát ő ilyen szempontból megúszta a biztos halált. Magyar viszonylatban, visszatérve hazánkra,
ugye az ország lényeg, szovjetek ugye betörnek a Kárpátokon túlra 44. augusztus végén. Onnantól kezdve ugye nyilván a magyar nemzet válasz út előtt áll, hogy akkor most a román utat folytatva mi is inkább átállunk, és az egykori szövetségeseink ellen harcolunk tovább, illetőleg a másik út pedig az, amit végül választott a magyar nemzet, hogy felvesszük a harcot a vörösök ellen. Na most ez megint egy külön előadás történet, hogy ennek a története, hogy ez miként ment végbe és hogyan. Én az egyik legnagyobb érvet amellett, hogy a magyar nemzet miért folytatta ezt a küzdelmet, szerintem azért folytatta, mert Magyarországnak volt az egyik legkorábbi tapasztalatai a tanácsköztársaság miatt abból, hogy ugye mit jelent a bolsevizmus. És azok az akkor még abszolút friss emlékek olyan szinten dolgoztak a magyar nemzetben, hogy elképzelhetetlen volt az széles körben annak a támogatottsága, hogy ugye ne harcoljunk a szovjetek ellen. Tehát ilyen szempontból az akkori magyarságnak még volt annyi esze, hogy ezt tömegesen ugye átlássák ezt a helyzetet, zárójelbe zárva. Viszont már akkoriban sem viselkedett mindenki így, ezért 1944. december 21-től kezdve egy úgynevezett idéglenes nemzeti kormány alakult Debrecenben. Itt ez egy elég akkor még széleskörű koalíciót tömörített, lényegében mindenkit szembeállította a harcot még folytató nemzeti szocialista pártokkal, illetve az egykori Horthy korszakbeli kormánypárttal. Ezt éppen ekkor Magyar Életpártjának nevezik. Tehát az egykori, vagy a Magyar Életpártja politikusai, illetve a szélsőboldali politikusokat leszámítva, mindenkit, aki ellenezte a harc folytatását ebbe az idéglenes nemzeti kormányba tömörítettek, természetesen a szovjetek. Itt egyetlen egy nevet érdemes igazából szovjet részről megjegyezni, ugye ez Vorosilov marsal. Vorosilov azon kevesek egyike volt, aki az eléggé paranoiás, megjegyzem, joggal paranoiás Sztálinnak végig a bizalmát élvezte. Ezt nagyon-nagyon kevés ember mondhatja el magáról, Vorosilov ugye köztük volt. És hát szerencsétlenségünkre ugye a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjaként, ugye szovjet tagjaként Vorosilov volt az, aki a megszállt Magyarország ügyeit intézte. Tehát ugye beletömörítették ebbe az idéglenes nemzeti kormánybe, ebbe az idéglenes nemzeti szerveződésbe az úgymond antifasiszta erőket. Na most ez azért érdekes, mert ebben nem csak polgári demokraták, baloldaliak, parasztpártiak, kisgazdák, meg ilyenek voltak, hanem például olyanok is, akik ugye politikai szerepet nem töltöttek be, csak akkor a hadsereg meg a politika az kicsit jobban összefonódott, mint manapság, vagy inkább azt mondom, hogy sokkal jobban. Éppen ezért ennek a nemzeti idéglenes nemzeti bizottságnak, kormánynak a vezetője, az pont egy Székely Lófő volt egyébként, ugye Dálnoki Miklós Béla. Ez csak azért különösen röhelyes, mert ő volt az, aki, amikor megindítottuk a szovjetek elleni inváziót 41-ben, lényegében elsők között lépte át nyilván ellenséges magatartással az akkori szovjet határt, most pedig már egy szovjetek által támogatott politikai szerveződésben találjuk. Nem volt egyébként egyedül, most az ő nevét érdemes itt kiemelni. Ezt leszámítva nyilván benne voltok kommunisták, szociáldemokraták, illetve ezekkel az elemekkel akkor még együttműködő parasztpártiak, illetve kisgazdák is. Na most nyilvánvalóan ekkor még nagy volt az egyetértés. Itt most a mi szempontunkból kettő dolgot érdemes kiemelni. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy a követelései között volt ugye az azonnali fegyverletétel, illetve átállás, hadüzenet a harmadik birodalomnak, ugye egykori szövetségeseinknek, illetőleg az úgynevezett háborús bűnösöknek a megbüntetése, illetve bíróság általi elítélése. És itt kerülünk akkor lényegében a népbíróságok bűvkörébe, ugye itt határozták el azt, hogy népbíróságokat fel kell állítani. Ezt 45-ben egyébként meg is kezdik, különböző rendeletekkel, illetve egy törvénnyel is lényegében a keretét megszabják annak, hogy kell működni egy népbíróságnak.
Na most nyilvánvalóan ez jó bolsevik módszerrel olyan pontokat, paragrafusokat tartalmazott, fogok majd példákat hozni, amelyek lényegében a vádlott szempontjából megkerülhetetlenek voltak. Tehát ezt abban az értelemben már a kezdetektől se nevezhetjük rendes tárgyalásnak, tehát ez lényegében az igazságszolgáltatásnak, most gondoljunk az elítéltekről azt, amit ez egy megcsúfolása volt az igazságszolgáltatásnak, és ezt kötelessége lenne azoknak is elismerni egyébként, akik mondjuk a Horthy vagy akár a Szálasi kurzussal nem értenek egyet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez vitán felül áll, hogy ez az igazságszolgáltatásnak a teljes megcsúfolása volt. Na most az egyik érdekes dolog még a népbíróságokkal kapcsolatban, hogy amíg nyugaton az úgynevezett katonai törvényszékek, általában amikor háborús főbűnösöknek a kérdéskörét tárgyalták, akkor mindig emberiség ellenes bűncselekményekről beszéltek. Na most itt már a kezdetektől, tehát 45-től kezdve előjöttek olyan, mindenki jól fogja ismerni ezeket a szakzsargonokat, amelyeket aztán később az államszocialista időben ilyen visszatérő kifejezések lesznek. Például, ez egyik legjellegzetesebb, itt nem emberiségellenes bűntényekről beszéltek, elnézést, hanem népellenes bűncselekményekről. Ugye ez a népellenes, ez már önmagában egyébként ezt tudjuk és érezzük, hogy ez egy abszolút marxista kifejezés, tehát szerintem ezt nem kell túlmagyarázni, tehát ezt tudjuk. Illetőleg olyan lehetetlen dolgok is szóba kerültek a paragrafusok során, mint például az, hogy mondjuk előre az adott politikus, akit perbe fogtak, mondjuk előre nem láthatta, hogy az milyen úgynevezett pusztulással jár, amilyen törvényeket hoznak, amilyen véleményt mondjuk nyilvánít egy-egy nagy publikációjában, parlamenti felszólalásában, stb. Ugye igazából ez is, ha megnézzük, akkor ez is bolseviki logika, hogy olyan dolgok alapján ítélünk el valakit, amelyeket akkor nem elég, hogy nem tudhatod, de hogy most nyilván előre senki nem tud gondolkodni. Tehát ilyen alapján lényegében bárki bármikor elítélhető. Tehát mondjuk egy Bárdossy László mondjuk felszólalt 42-ben a parlamentben, hogy fokozni kell a háborús erőfeszítéseket, nyilván a nemzet élet-halálharcot vívott, és hogy ő akkor ezt miért nem látta, hogy ez majd mekkora pusztulással fog járni 44-45-ben. Hát sok sikert annak, aki ezt előre látta, nyilván senki nem láthatta ezt előre. Tehát ilyen szempontból ezt számon kérni senkit nem lehet, ugye a népbíróság mégis megpróbálta. A másik dolog az, hogy olyan dolgok alapján, olyan úgynevezett idézőes büntettek alapján ítéltek el embereket, ami az adott pillanatban, amikor ezeket az állítólagos büntetteket elkövették, még nem volt büntethető, tehát nem volt rá jogszabály. Mert akkor ez egy abszolút legitim cselekedet volt. Ugye erre ez példátlan volt egyébként a magyar történelemben. Most nem fogunk ilyen dualista kirándulásokat tenni, de ugye ez pont a két világháború, a osztrák-magyar monarchia idején, tehát a dualizmus idején a csemegi kódex, mint egyfajta törvénykönyv, ezt rögzítette, hogy olyan ér senkit nem lehet elítélni, olyan cselekedetér, amikor tett, az még nem volt büntethető, vagy nem számított ugye büntetnek. Igen. Na hát nyilván ez is egy olyan dolog volt, ami a marxistákat nem érdekelte, viszont helytelenül fogalmaztam, és nem javított ki senki, itt nem csak a marxistákról van szó 45-46-ban, ezt jobb, hogyha mindenki az eszébe vési. Tehát a két világháború közötti politikai elitnek, illetőleg a katonai elitnek, értelmiségi rétegnek az úgynevezett szó szerinti likvidálása, az nem csak a marxistákhoz köthető. Itt társutasok voltak a szociáldemokraták,
Társutasok voltak az úgynevezett polgári radikálisok, társutasok voltak a parasztpártiak, akik között egyébként rengeteg úgynevezett kriptomarxista ugye megbújt, tehát kettős tagsággal rendelkező politikusok sokan voltak a nemzeti parasztpártban egyébként, akik ugye bolsevik tagkönyve is rendelkeztek, illetőleg itt ugyanúgy társutasok voltak a kisgazdák is egyébként a két világháború közötti elitnek a likvidálásában. Hogy aztán később őket hogy szalámizták fel, és hogy lett ez egy nagyon érdekes momentum a 20. századi magyar történelmek, természetesen erre is ki fogunk majd térni. Igen, tehát 45-ben járunk. A népbíróságoknak a felállítása ugye egyrészt úgy történt, hogy mindig volt egy úgynevezett népügyész, aki ugye a bíróságoknak a nevében benne van, hogy népbíróság, ezzel azt akarták ugye szemléltetni, hogy itt nem az antifasiszta politikai erők, hanem maga a nép ítéli el azokat a politikusokat, akik háborúba taszították az országot, megcsúfolták a magyar nemzetet, ugye a Budapestet ementálé sajtá lövették, tehát ugye lényegében mindent felróttak nekik, ami ugye a 39. szeptember 1-től kezdődően történt. Tehát még csak nem is az volt a vízválasztó, amikor a Szovjetuniónak hadat üzentünk, hanem 1939. szeptember 1-je volt az origó. Például amikor arról beszéltek, ez azt hiszem az első paragrafusban volt benne, hogy ugye olyan politikusok, akiknek úgymond befolyásos szerepe volt, hogy miért nem avatkoztak közbe, vagy hogy miért nem tettek cselekvőleg valamit azért, hogy az ország ne sodródjon háborúba. Ennek az origója ugye 39. szeptember 1-je volt. Hát most nyilván ez is egy olyan pont a sok közül, hogy most valaki ott ült 1939-ben a kormánypárt képviselőjeként, végezte a dolgát, és akkor 6 évvel később ugye felrólják neki, hogy akkor ő miért nem szólalt fel, hogy ez háborúba taszítja majd az országot, stb. Tehát most nyilvánvalóan nem kell túlmagyarázni, ennek az volt ugye a lényege, hogy a Szovjetunió tudjon, a szovjet szuronyokkal egyetemben tudjanak az itteni baloldali politikusok ugye elítélni a magyar nemzetnek a két világháború közötti politikai képviselőit. Tehát volt egy népügyész, és hát ez nyilván mai szempontból már kicsit olyan érdekes, habár nyilván ahogy tájékozódunk a mai világban, azért most is vannak bőven összefonódások ugye politika és igazságszolgáltatás terén, viszont itt 45-ben egyébként még a látszatra sem adtak, tehát a népbíróságokba a politikai pártok is delegálhattak embereket, politikusokat, akik később aztán még csak nem is az, hogy mondjuk delegáltként végighallgattak egy-egy pert, de konkrétan ők döntötték el azt, hogy mondjuk egy adott politikus éle vagy hal-e, mármint a vádlottak közül. Ugye ez azért megint egy szomorú és furcsa momentum a magyar történelemnek, mert ilyen szintű összefonódás igazságszolgáltatás meg politika között sem azóta, sem azelőtt nem volt. Ugye nyilvánvalóan kik delegálhattak tagokat, azok a pártok, akiket az imént már felsoroltam. Azzal a kivétellel, hogy a polgári radikálisok, demokraták, 46-tól kezdve, akkor volt egy módosítás, törvénymódosítás a népbíróságokat illetően, 46-tól kezdve ők már nem delegálhattak egy képviselőt sem, ennek egyetlen egy oka volt, hogy jelentéktelenné váltak politikailag, innentől kezdve a szovjeteknek, illetve a marxistáknak már nem volt érdeke az, hogy ők is delegáljanak egy embert. Illetőleg nyilván ennek voltak folyamatai, hogy a marxisták hogyan kezdték egyre inkább felhasználni a népbíróságot teljesen a saját érdekeiknek.
Ugye említettem, hogy az úgynevezett antifasiszta koalíció állt a népbíróságok mögött, viszont azért az nem volt mindegy, hogy mondjuk egy adott népbírósági ítéletben, vagy egy adott perben, egyrészt, hogy személyügyileg, hogy kikalkották az ítélőket, illetőleg most ez el kell olvasni a jegyzőkönyveket, ezeknek a pereknek a részletes történetét, de nyilvánvalóan, és ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért a kisgazda delegált bizonyos kérdésekben máshogy állt a dolgokhoz, illetve az eseményekhez, mint például egy kommunista párt által delegált valaki. Tehát nyilvánvalóan ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor a vádlott megmenekült, de hozzáállásban azért nyilván volt különbség. Na most nyilván az egy dolog, hogy a két világháború közötti elitet így megbüntették, viszont mint már említettem, a szélső baloldalnak, ugye a kommunistáknak, az MKP-nak, Magyar Kommunista Pártnak hosszabb távú céljai voltak a népbíróságokkal. Abban még egyetértés volt ugye, hogy a két világháború közötti elittel le kell számolni, viszont folyamatosan megkezdődött az egyéb pártoknak a kiszorítása. Ennek az első állomása az volt, hogy a baloldal többségbe kerüljön, hogy az országos szakszervezetek is delegálhattak a pártok mellé egy olyan delegáltat, aki aztán részt vesz az ítélkezésben, tehát ő is a pártok képviselőihez hasonlóan szavazott az elítéltnek a sorsáról. Ez azért volt fontos, mert a szakszervezeteket, igazából nem azt mondom, hogy a szakszervezeteket addigra megszállták a marxisták, mert a szakszervezet ugye az mindig marxista melegágy volt, ugye ezt jól tudjuk. Nyilván ennek a szellemében segítették a szociáldemokraták, illetőleg a marxisták azt, hogy egy hatodik delegáltként egy szakszervezet is bekerüljön. Innentől kezdve nyilván többségbe kerültek mondjuk egy szavazás során, amikor emberéletekről döntöttek. Az első per, és most már akkor ténylegesen a perekre kitérve, amit muszáj megemlíteni, az ugye Bárdossy László egykori magyar miniszterelnöknek a pere. Nem csak azért vele kezdjük, mert úgymond időrendben ő áll, tehát őt végezték ki a leghamarabb az említett miniszterelnökök közül, illetve nagyobb politikai tisztségviselők közül is az első között végezték ki. Nem csak ezért vele kezdjük, hanem azért is, mert annak idején ők sem hiába vele kezdték. Bárdossy kapta azt a szomorú szerepet, hogy lényegében az egész Horthy korszakbeli politikai elitet megtestesítse. Tehát az ő pere volt az, ami szimbolizálta ennek az egész kurzusnak az úgynevezett szégyenpadon való szereplését, illetőleg az elítélését. Tehát ez túlmutatott Bárdossynak a sajnálatos szerepén. Ezt maga egyébként ő is tudta, rendkívül művelt emberként, tehát ő tisztában volt azzal, hogy lényegében itt ő nem menekülhet meg, tehát nem születhet az ő szempontjából ugye úgymond pozitív ítélet, most pozitív alatt értsük mondjuk az életfogytiglani kényszermunkát, meg ezeket, tehát ez volt a jobb eset, tehát ő tisztában volt azzal, hogy ugye őt halálra fogják ítélni. Viszont lehet, hogy sose volt katona, de egy rendkívül művelt diplomata volt, ezért úgy is viselkedett a pere során, hogy tisztában volt ezzel. Értsük ez alatt azt, hogy ugye ezeket a népbírákat, akik még csak véletlenül sem értettek a joghoz, hát lényegében röhelyessé tette és megcsúfolta, ugye, mert ő viszont nyilvánvalóan képbe volt jogtudósként a joggal. Ez nyilván odáig fajult, hogy rendszeresen ugye belé folytották a szót, vagy nevetség tárgyává tették, mert hogy ezek olyan tárgyalások voltak, hogy ide lényegében a főként a kommunisták megint gondoskodtak arról, hogy ezt széles körben megtekintsék ezeket a pereket, nem csak megtekintsék, de például be is ordítozzanak. Ezt például úgy kell elképzelni, hogy a Zeneakadémián is folytak perek,
és akkor oda becsődítettek a marxisták ugye ilyen feldühödött csőcseléket, akik folyamatos bekiabálásokkal zavarták meg a tárgyalást, nyilván akkor, amikor a vádlott beszélt, vagy nevetségessé tették, személyeskedtek, stb. Nyilván ez így ma 2023-ból egy kicsit már hihetetlen dolog, de egyrészt higgyétek el, hogy ez így volt, másrészt pedig erről hangfelvételek is tanúskodnak. Ennek egy nagyon ikonikus példája, amikor Jankó Péter, illetve Szálasi Ferenc a pere során egy párbeszédet váltanak, erről megmaradt egy felvétel, és akkor lényegében, amikor Jankó Péter megkérdezi Szálasi Ferencet, hogy mi a foglalkozás, és akkor Szálasi Ferenc találóan úgy válaszol, hogy Magyarország nemzetvezetője, ugye az utolsó tisztségét mondta be, mint foglalkozás, akkor ugye a közönség az egy ilyen hahotázásban tör ki, illetve megalázó megjegyzéseket tesz. De ez nem csak Szálasi esetében volt így, hanem például Bárdosi esetében is. Érdekes, hogy Imrédinél nem, de erről majd fogunk beszélni, hogy miért nem. Tehát Bárdosi Lászlóval indult el, vagy Bárdosi László volt az egyik ikonikus alakja a Horthy korszakbeli politikai elit elítélésének. Akkor rátérünk most egy kicsit, ugye Bárdosi januárban hal meg, Imrédi februárban, rátérünk kicsit Imrédire. Imrédi máshogy viselkedett a pere során, mint Bárdosi, és ez mondjuk kiderül a jegyzetekből is, illetve ezekből a peranyagokból is, hogy egyfajta, most ezt a szó jó értelmében értsük, együttműködő magatartást folytatott. Ez alatt azt értem, hogyha kérdezték, akkor rendesen válaszolt. Nem azt a taktikát alkalmazta, mint Bárdosi, ugye a biztos haláltudatából, hogy lényegében nevetségessé tette ezt az egészet, hanem próbált együttműködőbb lenni, vagy például a börtönben, ugye ezt kevesen tudják, de Imrédi Bélának köszönhetjük a mai fizetőeszközünket. Nyilvánvalóan, ha most ő lenne a pénzügyminiszter, akkor nem lenne ekkora infláció, de akkoriban ugye a forintot ő alkotta meg, lényegében kihúzva az országot a legnagyobb gazdasági pusztulásból, mert hogy a világtörténelem legnagyobb inflációja az nem Afrikában volt valahol, hanem itt a második világháború után. Tehát a pengő olyan szinten értéktelen volt, hogy ugye kellett egy új fizetőeszköz, és ezt a börtönben ugye Imrédi Béla dolgozta ki ennek az alapjait. Ugye hálából aztán kivégezték. Mindegy, lényeg az, hogy ugye ő sokkal együttműködőbb volt. Ennek egy olyan oka volt, hogy ő bízott abban, szerintem legalábbis, hogy valamilyen szinten megmenekülhet, az alatt nyilván ne azt értsük, hogy szabadon elsétálhat nyugatra, hanem mondjuk a halálos ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre, kényszermunkára vagy valami hasonlóra változtatják. Ugye nem így lett. Bárdosihoz hasonlóan nagyrészt ugyanazokat a vádpontokat olvasták a fejére. Ugye egyrészt az utolsó pillanatig részt vett a háború szerepvállalásban. Ugye az egyik fő vádpont, amiért ugye már önmagában is halál járt, az volt, hogy 44. október 15 után, tehát a nyilas uralom idején is mondjuk valaki még aktív politikai szerepet vállalt. Ehhez nem kellett kormánytagnak lenni, de ugye a 44. október után is még működött egy parlament. Tehát igazából ilyen szempontból az ország ténylegesen kettő részre szakadt. Ugye egyrészt volt az idéglenes kormány, amiről már beszéltünk Debrecenben, én teljességgel illegitimnek tartom, illetőleg működött egy úgynevezett csonka parlament, ugye először Budapesten, aztán Sopronban, aztán később pedig a harmadik birodalom területén, ahogy ugye jöttek előre a szovjetek. Na most, aki ebben a csonka parlamentben részt vett, az már önmagában vádolható volt azzal, hogy ugye a nyilas uralom idején aktív politikai szerepet vállalt. Na most Imrédi esetében ez azt jelenti, hogy valóban a csonka parlament tagja maradt, viszont ugye a Szálasi kormányban tisztséget már nem vállalt. Utoljára neki miniszteri tisztség egy ilyen gazdasági tisztsége, miniszteri szinten, ugye az a Sztójai kormányban volt.
44 augusztusáig, illetőleg a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségnek volt a vezetője, ami ugye KAPSZ néven lehet, hogy jobban ismerik. Ez egy antibolsevista, keleti frontot megjárt harcosokat tömörítő szélsőjobboldali szervezet volt, ami ugye a harc folytatására buzdított ugye az utolsó töltényig lényegében, és Imrédi ennek volt még a vezetője. Fenn is maradt egy beszéde, amikor ugye a KAPSZ rendezett 44 nyarán egy nagy gyűlést, még esetleg onnan lehet ismerős ez a bajtársi szövetség itt sokaknak, hogy egy két kard által felölelt halálfej volt a jelképük, tehát egy igen erőteljes, tehát erőcsugárzó szimbólum volt, és Imrédi ugye ennek az alakulatnak volt a politikai vezéralakja, és a Tatterzál csarnokában 44 júliusában egyébként mondott egy, szerintem a magyar történelem egyik legjobb beszédét ott akkor elmondta Imrédi. Ez később persze a népbíróságon fel is róják neki, mert hogy ez tele van olyan mondatokkal, hogy a háború folytatásának a szovjet elleni harc folytatására buzdít, kár tagadni, ez tényleg így volt. És ugye ez már, mint mondtam, önmagában úgymond halálos vádpont volt. Ehhez még hozzájött az, hogy részt vett a 44. október utáni politikai rendszerben. Egyébként ez annyit akart, hogy nyilván ő is a kormánnyal folyamatosan nyugatra költözött, és háromszor vagy négyszer felszólalta ezeken a parlamenti üléseken. Ez egyébként jegyzőkönyvekben ezeket meg lehet tekinteni. Az interneten is szerintem ezek be vannak már szkennelve. Nem ilyen óriási beszédekre kell gondolni, ugyanúgy a háború folytatására buzdított, illetőleg egyszer talán még volt valami olyan felszólás is, hogy a német SS alakulatokat a magyar vagyonnal kapcsolatban önmérsékletre intette, vagy valami ilyesmi. Természetesen ezt a szovjetek ugye nem vették figyelembe, és az sem, hogy ugye ezek a beszédek mit tartalmaztak, mármint olyan szempontból, hogy csak azokat a részleteket emelték ki, ami a szovjeteket érintette negatívan. Na most ezt leszámítva, amiről már beszéltem, ugye Imrédi esetében került még elő a hűtlenség is, ugye ez a 30-as harmadik törvénycikk. Itt azzal vádolták, hogy ugye idegen, jelen esetben német segítséget vett, német segítséget vett igénybe, nem csak azért, hogy a saját politikai hatalmát megtartsa, de azért is, hogy a világháborút ugye tovább folytassák. Na most itt súlyosbító körülmény volt az, amivel a szovjetek nyilván tisztában voltak, hogy ugye a németek esetében Szálasi Ferenc, illetve a Nyilaskeresztes párt az már egyébként az utolsó utáni lehetőség volt, úgymond. Ők eredetileg még 44 nyarán Sztójai utódjának Imrédit szánták. Imrédi ugye jó kapcsolatot ápolt német körökkel, csak aztán a politikai ellenfeleit értsük úgy, hogy a jobboldali ellenfelei, tehát akik papíron a bajtársai voltak, mégis ilyen szempontból az ellenfelei, ugye előhúzták Imrédinél ezt a teljesen alaptalan zsidó kártyát, hogy az egyik déd nagyszülője zsidó volt. Ugye ezt már a miniszterelnöksége idején is előhozták, és itt 44 nyarán, ugye amikor féltékenyek voltak a idézőes politikai barátai, akkor ez megint előkerült, ugye német köröknél megint elkezdték ezt nyomni, és akkor a németek letettek arról, hogy ő legyen az ország következő vezetője. Na most egyrészt zárójelbe mondom, hogy ez sose nyert amúgy biztos bizonyosságot, hogy egy déd nagyszülője zsidó volt egyrészt, másrészt pedig tök mindegy, mert egyrészt mindegy, másrészt pedig még a legszigorúbb faji törvények szerint sem minősült a két világháború közötti időszakban zsidónak az, aki egyetlen egy zsidó déd nagyszülővel rendelkezett. Viszont a sajátságos politikai légkör ugye innentől kezdve Imrédit ilyen szinten ellehetetlenítette. Tehát nyilván a politikai elithez tartozott továbbra is, de ugye az államország vezetője többé nem lehetett.
Mindezt csak azért mondom, mert Imrédinél került elő ugye ez a hűtlenségi kérdés, tehát hogy német segítséget igénybe vett. Ugye ez is 1930-as törvény, tehát a Horthy korszakban járunk, most pedig ugye a tárgyalások során került elő a népbíróság által ez a törvény. Igen, hát a végkimenetel ugye itt is ismeretes. Lehetett egyébként fellebbezni a népbírósági ítéletek ellen. Eztán, hogyha ezt helyben hagyták, akkor a NOT-hoz, tehát a Népbíróságok Országos Tanácsához került fel másodfokra az ügy. Egyfajta másodfokú fórumként működött, de hát nyilvánvalóan most itt se legyenek illúzióink, Bárdossy meg se próbált fellebbezni. Imrédi igen, de hát ugye ez nem vezetett eredményre. Egyébként érdekes, hogy Imrédi perében a népügyész szerepét ugye Súlyog Dezső vállalta, aki ugye a két világháború között is legitim módon politizált, és az akkori parlamentben Imrédi meg Súlyog számos ilyen parázs parlamenti vitát folytatott. Ugye itt meg felcserélődtek a szerepek, és ugye Súlyog átment egy vádlóba ugye Imrédi ellenében. Ugye a soron következő per, amiről beszélni fogunk, ugye az Szálasi Ferenc egykori nemzetvezetőnek a pere. Na most lehet vitatkozni, hogy ezek közül a miniszterelnök perek közül melyik a legikonikusabb. Egyrészt Bárdossyt azért gondolom ikonikusnak, mert mint mondtam, ugye a Horthy korszakot ő testesítette meg jobban. Szálasi Ferenc pedig azért tekinthető, Szálasi Ferenc pere azért tekinthető ikonikusnak, mert ugye ő volt ugye az antifasiszta koalíció, illetve főleg a marxistáknak talán a leggyűlöltebb politikai szereplője. Tehát amíg Imrédi esetében mondjuk ezek a korábban említett bekiabálások például ritkábbak voltak, vagy nem voltak, és nagyjából a lehetőségekhez képest próbált mindenki egy normálisabb hangot megütni. Ugye ez Szálasi esetében, mint mondtam, már nem így volt. Nyilván itt egyáltalán nem volt kérdés szintén a pernek a végkimenetele. Ugye itt a népügyész szerepe, vagy aki a tárgyalást úgymond vezette, az ugye Jankó Péter volt, akiről már szintén beszéltem. Ő viszont Súlyoggal ellentétben ugye ízig vérig marxista volt, tehát itt gondoskodtak arról, hogy ráadásul egy marxista vezesse a tárgyalást. Nevetséges kirakat per volt nyilvánvalóan. Ennek ellenére egyébként Szálasi nagyon érdekesen viselkedett. Sok esetben például nem is úgymond magát védte, hanem nyilván a biztos halál tudatában a többször előfordult, hogy mondjuk egy-egy felszólalásában, és így például az utolsó szójogán elmondott beszédében is még a nézeteit fejtette ki, hogy mik a meglátásai, nyilván ezt meghagyta az utókornak. Ugye az az érdekes, hogy ez számos, akár ma élő történész, de a múltban is történészek, ezt úgy értékelték, hogy elmebeteg volt. Na most hát nyilván nem erről volt szó, hanem tisztában volt azzal, hogy mi a sorsa, és egyfajta politikai testamentumként még a biztos haláltudatában ugye kifejtette a hungarista nézetrendszert. És akkor most elérkeztünk egy kis felolvasáshoz, mert ebből egy részletet fogok felolvasni. Igen, ugye itt említettem az utolsó szójogán elmondott beszédet, ebből lesz egy részlet, amit ugye Fiala és Marsalkó közölnek ebben a kötetben, amit egyébként mindenkinek ajánlok ezúton is. Tehát az utolsó szójogán elmondott beszéd. 1944. október 15-én választani kellett, hogy a magyar nemzet és vezetői kelet vagy nyugat felé menjenek-e. Az én döntésem és elhatározásom nem lehetett más a kifejtettek alapján, mint az, hogy ki kell tartani, mert a harc időnyerésért, drága időért folyik, és aki megnyeri ezt az időt, az megnyerte a háborút. Ténykedésemnek más alapja nem volt. Nem is lenne értelme, ha más alapot adjak döntéseimnek, mert a legteljesebb ellenkezésbe jutnék azzal az ideológiával, amelyhez konokul ragaszkodom. Hogy meggyőződéssel csak ennek tudok élni, az nem lehet bűn.
Én a felelősségre vonás alól nem vonom ki magamat, és nem menekülök előle. Amit rólam elmondottak, az valótlanság és személyes becsületemet a legsúlyosabban érinti. Én köszönöm mindenkinek kivétel nélkül, aki engem ezen a súlyos úton követett. Köszönöm az özvegyeknek, az árváknak, a hős halottaknak, a rokkantaknak, hogy ezért a hitért áldozatot hoztak. Ez volt az utolsó szó jogán elmondott beszéde, és végül 1946. március 1-én ítélték halálra, amit aztán március 12-én a hajnali órákban hajtottak végre. Na most ezt a pert lezárva, ekkor már folyt egyébként a Sztójai Dömének a pere is. Nyilván ő is Imrédihez hasonlóan bízott egy enyhébb ítéletben. Ugye ez az ő esetében sem így lett. Ennek nyilván nagyjából ugyanazok az okai voltak, mint a többiek esetében. Itt is ugye fokozottan előkerült az, hogy 1944. március 19-e után, tehát a németek hazánkba való bevonulása után lett ugye miniszterelnök, őt nevezték ki, illetőleg aktívan részt vett az akkori miniszterelnökként az akkori politikai garnitúra ténykedéseiben. Na most a miniszterelnökökről kicsit áttérve másokra, nyilván ezeknél a pereknél nem csak őket ítélték el, hanem egykori minisztertársaikat is. Tehát amikor mondjuk azt mondtam, hogy Imrédi pere vagy Szálasi pere, akkor ugyanúgy ebben a per folyamatban kaptak szerepet az egyes miniszterek is. Itt egy-két kivételtől eltekintve szintén halálos ítéletek születtek. Megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy a szélsőjobboldali nemzeti szocialista képviselőket a deklaráltan nyilasokat leszámítva általában golyó általi halálra ítélték, a nyilaskeresztes politikusokat pedig felakasztották. Nem teljes a minta, tehát van egy-két eltérés, de általában ez volt a rendszer, illetőleg aki nem nyilas politikus volt, de jóváhagyták a kivégzését kötél általi halálnál, azt nem nyilas politikusok esetében a NOT, tehát a Népbíróságok Országos Tanácsa az általában golyó általi halálra módosította. Igazából most egy ma élő ember erre azt mondaná, hogy halál, tehát ugyanaz az eredmény, ami egyrészt így van, másrészt, hogyha ugye beleképzeljük magunkat az előző századoknak a milliójébe, illetve felfogásába, ugye akkor az volt a felfogás, és ezt Fiala Marsalkó is leírja a kötetben, hogy ugye akkoriban akasztani köztörvényeseket, tolvajokat, tehát bűnözőket akasztottak fel. Ugye minden más elítéltnek úgymond járt a golyó általi halál. Egyébként ez az aradi 13 esetében is ugye előkerül, ahol lényegében a kegyelem az annak, tehát az volt a kegyelem Hajna úr részéről is, hogy pár elítéltnek ugye lehetőséget biztosított arra, hogy golyó által haljon meg. Nyilván most végeredmény tekintve tényleg irreveláns, tehát nem számít a dolog, de azért, hogyha jobban belegondolunk, illetőleg az ő fejükkel gondolkodunk, illetve azzal, hogy tisztában voltak, hogy az utókorra mit hagynak, nagyon is számít. Tehát úgymond a népbíróságoknál is ez az idézőjeles kegyelem, ez többször ugye előfordul. A Nemzeti Összefogás kormánya, tehát a Szálasi kormány részéről ugye a lényegében három embert nem ítéltek halálra, hülyeséget mondok, mert négyet. Kettőt tárgyalás útján nem, ugye az iparügyi minisztert, Szakvári Emilt életfogytiglanra ítélték, illetőleg a folyamatos háborús termelésért felelős tárca nélküli minisztert, Hellebront Vilmost sem ítélték halálra, őt is életfogytiglani börtönre, illetve kényszermunkára ítélték. Na most vele azt a játékot játszották, ami szerintem épésszel felfoghatatlan, hogy hoztak egy halálos ítéletet, elvitték a síralomházba, majd egy órával a kivégzés előtt módosították ezt életfogytiglanra.
Tehát már elbúcsúzott a családjától, tehát már minden megvolt, igazából várta a kötelet, úgymond, és akkor a síralomházból vitték vissza a gyűjtőfogházba. Ugye ez jelen esetben a Markó utcáról beszélünk. Ja igen, mert hogy ez apró adalék, hogy először ezek a népbíróságoknak a központja az kezdetben a Konti utcában volt, aztán pedig a Markó utcába költöztek át. Illetőleg a perek egy része a Zeneakadémián folyt, egy másik része meg már ugye a Markó utcában, illetőleg ott szervezték a kivégzések jelentős részét is. Igen, illetőleg maradt még kettő ember, az egyik Jurcsek Béla, ő gazdasági miniszter volt. Vele egyébként érdemes tüzetesebben is foglalkozni, mert a két világháború között ő parlamenti munkát végzett, és volt egy nagyon-nagyon érdekes gazdasági koncepciója arról, hogy háború esetén hogyan lehet az alapellátást biztosítani, illetve a termelést folytatni. Ez olyannyira így volt, hogy ugye a teljes gazdasági csődöt mondott ország, tehát 45 után a gazdasági csődöt mondott ország az ő ötleteit egyébként felhasználta arra, hogy valamennyire életképes maradjon, ugye működőképes maradjon a háborús vereséget elszenvedett ország. Na most őt azért nem ítélték el, mert öngyilkos lett Ausztria területén. Nem akart szovjet kézre kerülni, illetve sem amerikai kézre, és ő volt az egyetlen miniszter, aki önkezével vetett véget az életének, illetve maradt még a nemzetvezető személye körüli miniszter, őt Hennei Árpádnak hívták, ő azért úszta meg úgymond a dolgot, mert nem sikerült kézre keríteni, tehát ő nyugatra tudott menekülni, és nem adták ki. Tehát ő neki konkrétan tárgyalása sem volt. Ugye voltak olyan képviselők is, akik részt vettek a 44 október utáni kormányban is, de az előzőekben is, ugye itt visszakanyarodunk az elejéhez, amivel elkezdtem ezt az egészet, hogy ez a két korszak ez mennyiben különbözik egymástól. Ennek az egyik ikonikus alakja, aki lényegében összeköti ezt a két időszakot, ez a pénzügyminiszterünk Reményi Schneller Lajos. Ő lényegében a 30-as évektől kezdve ellátta ezt a tárcát töretlenül. A Sztójai kormányban is részt vett, korábbi kormányokban is. Őt ugye szintén halálra ítélték, viszont ő ugye nem tartozott ilyen szempontból a nyilasokhoz, tehát ő lényegében egy pártokon felüli pénzügyi szakember volt, nyilván egy szélső jobboldali politikusról beszélünk, de ugye nem pártok szintjén működött. Igen, akkor akit még érdemes megemlíteni, inkább Imrédiék részéről, meg Sztójaiék részéről, ő is gazdasági szakember volt, ugye Kunder Antal, őt is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és hogyha jól emlékszem, akkor 1956-ban talán kiszabadult. 56-ban egyébként sokan szabadultak, akiket 45-46-ban bebörtönöztek. Nem csak politikusok, hanem egyéb közéleti szereplők, újságírók, különböző tudományos területeken működő bebörtönzött személyek, tehát 56-ban sokan kiszabadultak, és sokan ugye nyugatra is tudtak menekülni. Igen, illetőleg még az iparügyi minisztert, Szász Lajost meg lehetne említeni. Egyrészt azért, mert ő is kormányokon átívelő volt, tehát őt is ugye úgy ítélték halálra, hogy nem csak a szálasi kormányban vett részt, hanem korábbi a sztójai kormányban is. Egyrészt azért tudom megemlíteni, másrészt azért, mert az egyik dédapámnak a úgymond iparügyi szolgálataiért, tehát azért, mert a,
a vízellátást a háború idején is biztosította, mert a vízműveknél dolgozott. Ő kapott egyébként Szásztól egy aláírt oklevelet, hogy lényegében ez egy köszönő oklevél volt azoknak a ipari dolgozóknak, akik ugye a háború idején is bejártak dolgozni, és biztosították azt, hogy az országnak ugye legyen vize, legyen ellátása, tehát az a villamos áram, tehát ezeket az alapdolgokat ugye biztosították. És ugye ezt az iparügyi és gazdasági miniszterek köszönték meg mindig egy-egy oklevélben. Igen. Amiről még érdemes beszélni, itt, ha már szóba kerültek, nem csak politikusok is, tehát folyamatos volt azoknak a névsora, akiket a népbíróság elé akartak citálni. Nyilván volt egy elsődleges névsor, ez nagyjából egy ilyen 70-80 nevet tartalmazott, ez az első vonalas politikusok voltak. Viszont volt több ilyen lista, a második listára például felkerültek már színészek, színésznők, például Páger Antal, ugye őt szerintem akit legtöbben ismerik, közülük, illetőleg ha színészeknél járunk, akkor ugye Kis Ferenc, ő végül ugye Págerrel ellentétben tudta aztán a kis enyhülés időszakában valamilyen szinten tudott még színészkedni, de ő is például ezen a listán volt. Ennek egyetlen egy oka volt, hogy a 44 novemberi hungarista ilyen esten, művelődési esten fellépett. Mint ahogy fellépett egyébként Szelecki Zita is, ugye ő is háborús bűnösként volt ugye elkönyvelve. Ő egyébként egy oroszokkal kapcsolatos Petőfi verset szavalt el. Ugye ez a sok az orosz, nagy a szám, ami haszna, és ezért is ugye a szovjetek nyilván elővették, és aztán ő is ugye nyugatra menekült, jól tudjuk. Igen, ezen kívül rajta voltak még ezeken a listákon tudósok. Ezek általában olyan tudósok voltak, akik valamilyen szinten úgymond a Horthy rendszerben népszerűek voltak, több könyvet jelentettek, meg ilyen volt például Bosnyák Zoltán, aki ugye fajvédelemmel foglalkozott, zsidó kérdéssel foglalkozott, vagy ilyen volt az akkor már egyébként nagyon öreg Méheli Lajos, ugye Bosnyák Zoltán volt Méheli tanítványa, vagy egyéb olyan emberek, akik publikációt, tehát komoly publicisták voltak a két világháború között, vagy hirtelen akartam mondani, vagy éppenséggel ugye olyan emberek, akik regényeket, könyveket írtak, ami ugye az akkori atmoszférába, millióbe beleillett. Ugye itt a legikonikusabb ember, akit érdemes megjegyezni, mert nem tudom, hogy a történelem során volt-e még olyan ember, mint a magyar történelemben, akit konkrétan a regényekért akartak halálra ítélni, de ugye Dövényi Nagy Lajos ilyen volt. Neki több művét egyébként feltételezem, hogy itt jó páran ismerik. Ugye a Tarnopolból indult el az a legikonikusabb műve, ami egyébként ugye befejezetlen, mert a magyar futár hasábjain jelent meg, csak végül a háború miatt nem tudta befejezni. És egyébként egy Galíciából átszökött zsidó gyerekről szól, aki itt aztán felépíti a karrierjét, és egy ilyen befolyásos pénzügyi valaki lesz. Igen, de több regénye volt egyébként, a Kaganovicsok, ugye, ami Szovjet-Oroszországban játszódik. Ezek nyilván felkerültek a szovjetek által betiltott fasiszta sajtótermékek listájára, és akik ugye ezen a listán, mint előadók, írók szerepeltek, azok se sok jóra számíthattak. Dövényi egyébként aztán egy író barátja közbenjárására, aki a baloldallal is jó kapcsolatokat ápolt, például felmentették. Mármint a felmentés alatt azt értjük, hogy nem végezték ki, hanem életfogytiglani börtönt kapott. 56-ban szabadult ő is aztán, de 1957-ben Gégerákban elhunyt. Tehát különböző életutak vannak.
ez mindez csak azért akartam így szőrmentén említeni, hogy itt nem csak a politikai garnitúrát ítélték el a népbíróságok, hanem a politikai garnitúra és a politikai berendezkedés mellett ennek a nevezzük szegedi gondolatnak, ugye, ahonnan ez az egész két világháború közötti ellenforradalmi rendszer elindult. Ennek a szegedi gondolatnak az alappilléreit is elítélték. Tehát nem csak az abban részt vett politikusokat, de mindenkit, aki valamilyen szinten hozzájárult ennek a rendszernek a működéséhez. És ez egy idő után meglátszódik azon is, hogy hogyan bővítik azokat a paragrafusokat, amit a népbíróság felhasznál arra, hogy elítéljenek valakiket. Tehát a végén már ott járunk, hogy lényegében olyan cselekedetek is büntethetők, amik mondjuk az 1920-as években történtek, ugye gondolom már elég sokan sejtik, hogy mi lesz az oligó, ugye a tanácsköztársaság. Tehát a népbíróságoknak a végső célja az az volt, hogy a tanácsköztársaság utáni teljes rendszert úgy, ahogy van, szégyenpadra állítsák és megsemmisítsék. Tehát a végső cél az ugye ez volt. Ezt aztán egyébként a paragrafusok alapján is abszolút kiolvasható, tehát ott van. Ugye most az, hogy 1920-ban szereplő politikusokat gyakran nem tudtak elővenni, az nem azért volt, mert nem akartak, hanem mondjuk például nem éltek. Vagy mondjuk a 30-as, 40-es években már nem vállaltak akkora politikai szerepet, hogy kirakat, mert nem rendeztek neki, de mondjuk elítélték például. Ilyen volt ugye Friedrich István, aki az első világháború káoszt követően lett egy rövid ideig miniszterelnökünk, egyébként egyszeres labdarúgó válogatott is. Őt például, ha jól tudom, akkor pár évre bebörtönözték. Úgy, hogy effektív akkor miniszterelnök volt, de utána fontos politikai szerepe már nem volt. Igen, és akkor természetesen voltak, akik ugye elhunytak, meg hát voltak olyanok, akiket azért nem tudtak elővenni, mert mondjuk már korábban elhurcolták őket. Például ugye ilyen volt Bethlen István, nyilván egy ikonikus alakja a Horthy rendszernek. Nyilvánvalóan őt nem ítélték volna halálra, de egyértelmű, hogy ha nem hurcolják el a szovjetek, akkor ő rá is büntetés várt volna. Annak ellenére, hogy semmilyen szinten nem mondható szélső jobboldalinak, radikális jobboldalinak, nemzeti szocialistáknak, meg aztán végképp nem. Ugye ilyen formán nem tudták elővenni például Teleki Pált sem, aki ugye 41-ben öngyilkosságot követett el. Legyünk nyugodtak, hogy nyilván ő is sorra került volna, ha másért nem, akkor ugye a zsidó törvények miatt. Mert hogy erről még nem beszéltünk, egy másik fontos szempontja a népbíróságoknak az volt, hogy emberek sérelmére vagy vagyontárgyaira elkövetett törvényeket megszavaztak-e, vagy abban aktívan a törvényalkotásban részt vettek-e, hozzájárultak-e olyan rendelkezésekhez, akár szóban, akár tettekben, hogy embereket ugye elkobozzák a vagyontárgyaikat, megszégyenítsenek ilyenek. Most ezt nyilván mindenki le tudja fordítani, hogy kikre vonatkozik. Ez is egy fontos szempontja volt a népbíróságnak. Akit még érdemes megemlíteni, kettő személy, az egyik, és itt úgymond visszakanyarodunk, vagy rákanyarodunk egy fontos témára, hogy mégis ezek az emberek, akiket itt elítéltek a népbíróságok által, ugye hogyan kerültek Magyarországra. Mert hogy ahogy jött folyamatosan a front, ezt ugye Jurcseknél már beszéltük, ugye folyamatosan, ahogy jött a front, nyilván a politikai garnitúra, illetve maga a csonka parlament is, ugye folyamatosan költözött nyugatra. Na és amikor a szovjetek ugye áprilisban végleg elfoglalják az országot, ezek az emberek már az akkori harmadik birodalom területén tartózkodnak. Bekerülnek aztán, mert nyilván jobbnak látták, ugye angolszász fogságba esni, nyilván ennek volt alapja, hát most senki nem akart szovjet fogság, hadi fogságba esni nyilván. És ezek az emberek, akik nyugaton ilyen fogságba kerültek, azokat gyűjtőtáborokba gyűjtötték össze.
És akkor onnantól kezdve hát abszolút nyitott volt a sorsuk. És akkor itt jön képbe egy olyan személy, akiről egyébként Fiala és Marsalkó is nagyon sokat ír, őt Himmler Mártonnak hívják. Ő egy zsidó származású, hát igazából talán az a legjobb megfogalmazás, hogy egy zsidó származású kalandor volt. Most nyilván nincs idő arra, mert még kérdéseknek is kell helyet hagyni, amennyiben lesznek. Tehát most a teljes életét nem tudom ismertetni. Lényeg az, hogy egy Amerikába kivándorolt és ott szocializálódott zsidó kalandorról beszélünk, aki a 20-as években egyébként egy bányászkolóniát alapított az új világban, úgymond. Az amerikai álom megtestesül. Az amerikai álmot akarta megtestesíteni ezzel a bányászkolóniával, dolgoztak is ott magyar bányászok, egyfajta ilyen magyar közösséget hozott létre, aztán becsődölt, de jó kapcsolatot ápolt a tanácsköztársaság emigránsaival is, őket pénzügyileg támogatta, stb. És ő a háború alatt már nyilvánvalóan aktívan szervezkedett ugye egyrészt a Horthy rendszer ellen, illetve a tengerhatalmak ellen. Már akkor a 40-es évek folyamán a háború alatt listázták azokat, akiket mondjuk egy hasonló háború utáni perbe például be lehet fogni. Na most ez az ember az OSS kötelékébe került, ez az Office of Strategic Services nevű amerikai szervezet, ugye ez a lényegében egy ilyen stratégiai osztály volt, egy stratégiai hivatal. Ennek a kötelékébe került ugye Himmler, egyébként ezredesi rangban, tehát ez egy katonai szervezet volt alapjáraton, illetve bekerült a CIC-nak is a kebelébe, ami igazából valamilyen szinten a mostani CIA-nak feleltethető, meg hírszerzéssel foglalkoztak. Na most, tehát az OSS, illetve a CIC kötelékében ők a világháború végén Európába utaztak, és azt a feladatot kapták, hogy a javarészt a salzburgi gyűjtőtáborban összegyűjtött politikusokat, közéleti személyiségeket gyűjtsék össze, és szolgáltassák be őket a Szovjetuniónak. Na most ez, és akkor ennyit az angol száz hozzáállásról, hogy ez nyilvánvalóan ez a nyugati hatalmak jóváhagyásával történt. Tehát ez nem úgy volt, hogy akkor most Himmler gondolt egyet, és összegyűjtötte pár barátjával az úgynevezett háborús bűnösöket, hanem nyilvánvalóan ennek egy úgymond legális folyamata volt az angol szászok részéről. Ugye ezeket az embereket összegyűjtötték, nyilván megkínozták, kínvallatták, majd hazaszállították őket Magyarországra. Erről egyébként vannak filmíradós felvételek is, bárki megtekintheti az interneten. A Mátyásföldi repülőtéren szálltak le ezek a repülők, akik hazahozták ezeket az embereket. Ugye Mátyásföld ekkor még nem tartozott Budapesthez, ott működött egy repülőtér, most nem tudom, hogy hogy ott még funkcionál, de szerintem már nem. Köszönöm. Na minden, ott szálltak le ezek a gépek, és akkor meg lehet tekinteni ezeket a felvételeket, hogy mondjuk Sztójai Döme, Szálasi, Rajni és Ruszkai, tehát ezek a ikonikus alakokat ugye leszállítják a gépről. Nyilván akkor a marxista sajtó már akkor hergelt, tehát ilyen degradáló megjegyzéseket tett az a szállítottakra, egyébként ez működött végig a perek során is, tehát ez a nem csak a szóbeli vagy az élő szóban lévő megaláztatás, vagy a bírák által való megaláztatás működött, de működött a marxista sajtó is, és ez most tök jó átvezetés a következő idézetre. Itt Rajnis Ferencről beszélünk, az említett Magyar Futár főszerkesztőjéről, ahol Dövényinek is megjelent ez a folytatásos regénye. A Magyar Futárból írtam egyébként az alapszakos szakdolgozatomat. Ez a magyar sajtótörténetben az egyik legnagyobb példányszámban megjelent heti lap volt. Azért volt nagyon érdekes, mert akkoriban nagyon forradalmi eszközökkel működött. Például a harctérről abszolút friss fotókat illesztettek az újságba. Friss alatt azt értsük, hogy
mondjuk 5-6 napos, akkor az frissnek számított, és 500 ezer példány számban is a fénykorában megjelent. Ezzel olyan lapokat maga mögé utasítva például, mint a Signál, amely egy német haditudósító volt, de megjelent Magyarországon is magyar nyelven. Egyébként ez egy nagyon-nagyon ritka újság. Aukciókon én egy-kettőt tudtam szerezni, jóval ritkább, mint a Magyar Futár. Miért? Azért, mert kevesebb példányszámban jelent meg. Tehát a Magyar Futár úgymond vitte a prímet. Na és akkor visszatérve ezekhez a tudósításokhoz. Ugye a Markóczai fogházban összegyűjtötték ezeket az embereket. A folyosókon ugye egymást taposták a nők, férfiak. Ez azért volt, mert a kivégzéseket is megtekintették, tehát becsődítették az embereket, hogy ezt nézzék végig, elképesztően gusztustalan. Aztán ezeket a kivégzésekre, a felvételeket megnézették például a kivégzettek hozzátartozóival, levetítették mozifilmeken, színházakban. Tehát emberészre egyébként teljesen felfoghatatlan, hogy ugye mit meg nem csináltak. Tehát ez a kirakat per az egy kisebb, nem kisebb, de most csak egy része volt ennek az egésznek. És ugye Rajmis Ferenc, őt Szálasival egy napon, tehát március 12-én végezték ki, azzal a különbséggel, hogy őt golyó általi halálra ítélték. Ő is egyéb kormányokban is részt vett, ugye nem csak a Nyilaskeresztes kormányban. Tehát ezt egy ellenséges sajtó írja. Kedden reggel már a korai órákban nagyobb tömeg hullámzott a Markó utcai fogház mindkét kapuja előtt. Százak és százak vártak, hogy tanulni lehessenek Rajmis Ferenc a hírhet háborús uszító kivégzésének. 3:49-kor két fogházőr bevezette az elítéltet, akit lelkész kísért. A bíró kihirdette előtte a jogerős halálos ítéletet és a kegyelmi kérvény elutasítását azzal, hogy kötél helyett golyóval hajtják végre az ítéletet. A fogházőrök a homokság előtt álló cölöphöz kötözték Rajmis Ferenc hátra bilincselt kezét. Az egyik fogházőr zsebkendőt vett elő és bekötötte az elítélt szemét. Sortűz dördült el, és a volt nyilas miniszter, a Magyar Futár egykor habzó szájjal háborúra uszító főszerkesztője homokságként omlott össze a cölöp mellett. A kivégző osztag parancsnoka jelentette, hogy az ítéletet végrehajtotta, egy perccel később az orvosok megállapították a beállott halált. Hazugság, mert úgy lőtték le sortűzzel, hogy létfontosságú szervet egyébként nem ért egy találat sem. Nyilván vérzett, elterült a földön, mit csinál ilyenkor az ember? Hát általában vízért könyörög. Ő is ezt tette, és lényegében itt ilyen válogatott bekiabálások és megalázások közepette végül tarkó lőtte az egyik fogházőr. Nem ő volt az egyetlen, aki egyébként úgy halt meg, hogy a sortűz még túlélte volna. Hát arról inkább már nem is beszélek, hogy ugye régebbi koroknál ilyen esetben ugye az egy ilyen úgynevezett tabula rasa is lehetett volna. Tehát hogyha nem esik össze, vagy nem hal meg mondjuk pusztán a kivégzéstől, akkor ez, hogy tartólövöm, tehát ez teljességgel méltánytalan. Még egy ténylegesen bűnöket elkövetett ember esetében is ez azért hagynémi kívánivalót maga után, ugye Rajmis esetében meg végképp, tehát ez teljesen méltánytalan az ő esetében. Jó, visszakanyarodva, igen, tehát hazahozták ezeket az embereket, és akkor itt megaláztatások sorát élték. Na most, és akkor ezzel kanyarodunk igazából a dolgok végére, mert ezt lehetne még hosszú órákon keresztül folytatni, csak kell ennek adni azért egy keretet, hogy még a kérdésekre is legyen idő. A népbíróságok, miután az előző rendszer politikai elitjét ugye kiirtották, nem szűntek meg működni. Folyamatosan a marxisták egyre inkább a saját kényük, kedvük szerint kezdték használni. Mit jelentett ez? Nagyon érdekes momentum a magyar történelemnek, például akik korábbi halálos ítéleteket aláírtak, jóvá hagytak ugye a két világháború közötti elittel szemben, például ugye Tildy Zoltán, ő pont egy magasra jutott kisgazda politikus volt,
aki mind köztársasági elnök, mind pedig miniszterelnöki tisztségben aláírt egy rakat halálos ítéletet. Így van, református pap, ezért hívták ugye az ellenfelei parancsnos úrnak. Mert ugye annyi vér tapadta a kezéhez, hogy református papként gond nélkül aláírta ezeket a halálos ítéleteket, és nem vagyok egy kárőrvendő ember, de ami vele történt, az maximálisan megérdemelte. Ugye a Rákosiék nyilván folyamatosan ezeket az elemeket aztán leszalámizták, és ki elrudalták a hatalomból, és lényegében Tild is kegyvesztett lett, házi őrizetben volt. Aztán az 56-os forradalom idején szerepelt még, de aztán nyilván miután azt leverték, ugye megint büntetést kapott. Tehát hiába működött együtt a marxistákkal, ugye nyilván a hála fogalmát ugye nem ismerik, habár ilyen szempontból igazából meg tudom érteni Rákosiékat, hogy akik mondjuk nem marxistaként ezeket a halálos ítéleteket aláírták, mégis őket miért kellett volna megtartani ugyanúgy a hatalomban, megtették a kötelességüket, eltávolították. Ez volt a végzetük igazából. Így járt aztán Nagy Ferenc is, szintén FKGP-s, tehát kisgazda politikus. Ő ugye Svájcba jutott tudomására, szerencséjére, hogy mit terveznek vele. Így az sem jött, emigrációba kényszerült. De volt például olyan, aki nem úszta meg ennyivel, Rísz Istvánról még nem beszéltünk, ő szociáldemokrata, igazságügyi miniszter volt, ő is ugye aktívan részt vett abban a népbíróságokban, hogy sok embert halálra ítéljenek, ezt úgy tette, hogy amikor mondjuk valakit kegyelemre javasoltak fölfelé, kivétel nélkül mindig az mellett érvelt, hogy nem támogatja a vádlott vagy az ítélet enyhítését. Na most ő amilyen kegyetlen módon viselkedett ugye akkoriban, olyan kegyetlen halála is lett, 1950-ben állósok agyonverték a börtönben. Egy percig nem tudom sajnálni egyébként, de remélem, hogy nem vagyok vele egyedül. Úgyhogy nagyon sokan így jártak. Nyilván először a kisgazdákat, polgári ellenzéket szorították ki, aztán folyamatosan ugye a szociáldemokratákat és ugye szakaszítsékat. Itt került egyébként szóba Rísz István nev és a szakaszítsberben, a fáradok. Tehát ezeket az elemeket kiszorították, és lényegében a népbíróság volt az eszköz erre, hogy egy kizárólagos kommunista hatalmat ugye Magyarországon létrehozzanak. Aztán hát ez hogy működik, ugye a francia forradalomból is ismerjük, hogyha mindenki mást elintéztünk, akkor lehet kezdeni ugye a egykori bajtársakkal. Így került például képbe Rajk László, ugye őt is a népbíróság ítélte el. Ez volt a népbíróságok történetében az utolsó talán ilyen nagyobb per, hogyha az 1967-es zuglói nyilaspert nem számítjuk. Még ami teljes igénye nélkül meg lehet említeni, hogy népbíróságok egyébként nyilván a budapesti volt a legfontosabb, de egyébként az összes fontosabb vidéki városban is működtek népbíróságok. Tehát itt mi most a nagyobb budapesti perekről beszéltünk, de voltak nyilván vidéken is. Ezek is lényegében 1950-51-ig működtek. Aztán ugye ezt a szakaszt lezárjuk, megvalósul a teljes vörös uralom, és aztán 56-ban élede a népbíróság megint újjá, ugye nyilván a forradalom miatt, és akkor az utolsó ítélet talán, de ebben most nem vagyok biztos, szerintem az uglói nyilasper volt, azt hiszem, de ez már annyira nem kapcsolódik ide. Hát biztos maradt még egy csomó dolog, amiről lehetne beszélni, és most amint befejezem ezt a mondatot, biztos, hogy eszembe fog jutni valami. Összességében azt tudnám így másfél óra után mondani, hogy a népbíróság, illetve az azt övező marxista taktika, az egyrészt az elején az volt, hogy a később felszalámizott különböző antifasiszta ellenzékkel
közösen bedarálják a két világháború közötti garnitúrát, szellemiséget, a szegedi gondolatot, megsemmisítsék. Ugye ezért van a visszacsatolása akkor arra még kitérünk. Tehát, hogy a tanácsköztársaság ideig ezért megyünk visszamenőleg, illetőleg utána pedig, hogy felszalámízzák ezeket a társutasokat, akikről beszéltünk, illetve aztán pedig egymást is, aki mondjuk valamilyen szinten politikailag meggyengült, hát ismerjük ugye a kommunista logikát. Na és akkor itt még felmerült igen a szegedi gondolat. Ugye a szegedi gondolat volt az, amivel talán a legkompaktabb módon ugye ki lehet fejezni azt, hogy a Horthy rendszer ugye, vagy a két világháború közötti rendszer milyen alappilléreken állt. Ugye Szegedről indult az ellenforradalom, amely egyrészt a tanácsköztársaság ellenében fogalmazódott meg, illetve az itt létrejött román megszállás ellen. Nyilván az Antanttal egy bizonyos szintig kénytelenek voltak együtt működni, de a szegedi gondolat volt az, amely lényegében az országot ugye az első világháborús vereség után talpra állította. Ez nyilván egy jobboldali nemzeti fajvédő gondolat volt. Ennek a nyomán szilárdult meg ez a rendszer, illetve ez volt az ászlóra is tűzve. Ennek a szellemében kormányzott Horthy Miklós, ha bár nekem meggyőződésem, hogy a szegedi gondolat alappilléreit, azt Göndös Gyula rakta le egyébként, a magyar nemzet egyik legnagyobb miniszterelnöke, legnagyobb formátumú miniszterelnöke. Jó, hát akkor én megköszönöm a figyelmet, tényleg rengeteg dolog biztos még megmaradt, talán egy másik alkalommal, de én azt gondolom, hogy valamilyen szinten azért sikerült a kedves hallgatóságnak egy képet kapni arról, hogy működtek a népbíróságok. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Ábrahám Barnabásnak, hogy ilyen széleskörű betekintést adott a népbírósági perekbe, illetve hogy meglehetősen tárgyilagosan is közvetítette ezeket, egy-két érdekességet is megemlítve, hiszen azt gondolom mindenkinek tartogatott ez újdonságokat. Talán csak Popé Gyula kapcsán vagyok egy picit bizonytalan, hogy számára is tartogatott el, de hát azért olyan érdekességek, mint hogy Friedrich Istvánról mondjuk azt tudtuk sokan, hogy miniszterelnöki megbízatása után a Rongyos Gárda kötelékében is harcolt, azt viszont én sem tudtam például, hogy válogatott labdarúgó volt, hát ezen nem ötleteket akarunk adni Orbán Viktornak, hogy ezt is elintézze még, hogy egyszeres válogatott labdarúgó legyen esetleg ő maga. Minden esetre ezeket a történelmi dolgokat jó, hogy felidéztük, hiszen ezeket itt azért talán többnyire nem éltük meg, szinte senki, de azért van azért itt közöttünk, aki megélte ezt a kort, hiszen 1945-ben épp ezen a mai június 8-ai napon született, úgyhogy szeretettel köszöntöm Popé Gyulát, boldog születésnapot kívánva neki, és a gondolat igazgató úrnak egy kis recenzióra át is adom a mikrofont. Köszönöm szépen! Hát nagyon megkértem azokat, akik értesültek arról, hogy születésnapon van, hogy lehetőleg ne lépjenek föl vele nyilvánosan. Nem mintha titkolnám vagy tagadnám, de nem akartam magamra terelni a figyelmet. Gondoltam, itt van az előadónk, itt van a témánk, az megér annyit, hogy azzal foglalkozzunk a mai nap folyamán, és ne az én immár 78. életévemmel. Ma délelőtt 10:30-től már tehát a 79-et taposom. Na, íme. Na mindegy. Hát hála Istennek még tudok járni. A eszem is megvan még talán, ha már kopik is, mint mindenen. Na, jó. Hát az előadást nagy élvezettel hallgattam. Azért ismert, hát mint történész, én is inkább ezzel a korral foglalkozom, ugye a 20. századdal. Mint felvidéki, azonban elvártam volna, hogy Jaros Andorról is essen egy szó, aki kétszer is volt miniszter, egyszer az Imrédi kormányban, ugye a felvidéki ügyek tárca nélküli minisztere, majd a Szójai Dömek kormányában, ugye belügyminiszter volt augusztus 2-ig, amikor Imrédivel és Kunder Antallal együtt lemondta, kiléptek a kormányból. Na mindegy, megkapta ő is. És a Fradi elnök. Igen, na.
és hát, na jó van, de majd aztán még hozzátennék ehhez valamit, mivel felvidéki vagyok, tehát a szlovákiai ügyeket is valóban ismerem, és örömmel hallottam, hogy itt Tukáról is szó volt, illetve Tiszóról, meg Tukáról. Hát ugye Tiszó először miniszterelnök, majd mikor államfőt választott a Szlovákiában, hát államfő lett Szlovákia köztársasági elnöke, mert hivatalosan köztársaság volt Szlovákia, és nem fasiszta, és soha nem mondták magukról, hogy fasiszták, hanem nemzeti szocialisták. Úgy mondták, hogy ők kimondottan szlovák nemzeti szocialista rezsim uralkodik Szlovákiában. Azt mondták, hogy a fasizmus az olaszoké, németek sem voltak fasiszták, nemzeti szocialisták voltak. Tehát ez, a szovjetek kezdték őket fasisztának nevezni, mert mégis egy nemzeti szocialista munkáspárt, hát ez valahogyan rosszul hangzott volna a Szovjetunióban, mert ők is munkások ugyebár, hát hogyan akkor a munkáspárttal háborúznak? Hát akkor rájuk fogták, hogy fasiszták, pedig ők nem voltak fasiszták, Mussoliniék voltak fasiszták. Most mindegy. És a harmadik kivégzett, illetve halálra ítélt Szlovákiában Eszterházy János gróf lett volna, távolétében halálra ítélték 47. szeptemberében, de hát ő akkorra már elvitték a szovjetek, még 45 nyarán, júniusában elvitték a szovjetek, és 10 év javító-nevelő munkára ítélték. Na mindegy. És ki is kérték a szovjetektől a szlovákok, hogy ki fogják végezni. 48. április 20-án kiadták őt a szovjetek, de végül nem végezték ki, hanem hát először halasztották a kivégzését, majd életfogytigra változtatták a halálos ítéletet, amíg csak ugye 47. március 8-án halt meg a Mirovi börtönben. 47, ezt mondtam? Bum, akkor nem jó. 57. Élt 56 évet, mert 1901-ben született. Most van egy érdekesség ezzel az Eszterházyval kapcsolatban. Ez a per igazán olyan koncepciózus per volt, hogy ez nem állta volna meg a helyét sehol, semmilyen körülmények között. Még a látszatra sem adtak. Egyáltalán. És a vádirat, amelyik megszületik ellene, voltak éppen nem ellene szól, az egész magyar nemzet ellen szól ez a vádirat. Hogy a magyar nemzet, a magyarok eszköze volt Szlovákia felbomlasztásánál, és már olyan maraságot is kitalálnak, hogy amikor 38. októberében folynak a komáromi tárgyalások, hogy bizonyos területeket, hogy mit ad vissza Csehszlovákia önként Magyarországnak, hogy ő ott volt Komáromban, és hamis adatokkal támogatta a Telekiéket, meg Kánya Kálmán, tehát a magyar delegációt. Hát ő valóban ott volt, de hát Telekit kellett hamis adatokkal támogatni. Hát Teleki egy kész enciklopédia volt, hogy nem kellett támogatni hamis adatokkal, meg ilyesmivel. Nos, mindegy. És most 92-ben beindult egy folyamat, még Csehszlovákia vagyunk, még nem is bomlik fel Szlovákia, de 93-tól bomlott, ugye, amikor elkezdődött egy per, hogy vegyék föl, arról, hogy majd perújra felvétel legyen Eszterházy ügyében, elutasították. Nem lehet, és azóta se lehet. Továbbra is háborús bűnös, és ezt az Eszterházynak folyamatban van a boldoggá avatása emberek. Hát most képzeljük el, Vatikán boldoggá fogja avatni, megkapta a legmagasabb lengyel kitüntetés posztumusz, ugye? Szobra áll Lengyelországban, és itt is a Gesztenyéskertben, Budapesten, és Szlovákiában hivatalosan háborús bűnös. Hát ez egy schizofrénia, ez egy nonsense dolog, hát ilyesmi nincs. Egy Vatikán által kanonizált boldoggá avatott ember Szlovákiában, amelyik a legkatolikusabb ország, ugye, háborús bűnösként fogják nyilvántartani. Hát, de miért? Megvan az oka. Azt mondják, amennyiben Eszterházyt rehabilitáljuk, és kimondjuk, hogy nem háborús bűnös, akkor a felvidéki magyarságról is le kell venni a háborús bűnösség, a kollektív háborús bűnösségnek az elvét. Itt a van a baj. Tehát, és amennyiben a felvidéki magyarság nem volt kollektív háborús bűnös, akkor az a bűnös, aki őket annak nevezte. Tehát a bűn visszaszáll arra, aki ezt kitalálta a felvidéki magyarokra, nem csak Benességre, hanem a volt ludákokra is, akik ha magyar ellenesként lépnek föl, majd 45 után, szinte közkegyelemben részesülnek. Mondok egy példát. Alexander Mach, belügyminiszter, ugye a szlovák kormányban. A zsidó törvények kiörlőre, végrehajtója és lebonyolítója.
Amikor a Nemzeti Bíróság ítélte, a Pozsonyi Nemzeti Bíróság. A Nemzeti Bíróságon fölteszik a kérdést, hogy miért kellett oly kegyetlenséggel bánni el a zsidókkal, a szlovákiai zsidókkal. Sanyomak válasza, Alexander de Sanyorak mondatta magát. Mach Sanyinak a válasza a következő. Én ezeket a felvidéki szlovákiai zsidókat akkor legalább 85-90%-ban magyaroknak tekintettem. Enyhítő körülmény, és azt mondta, én a szlovák nemzet érdekében követtem el, amit elkövettem. A bírái legalább ugyanannyira a szlovák fasiszt nacionalisták és szinte magyar gyűlölők, mint ő. Nem kap kötelet, pedig ahogy az emlékirataiban megírja, amit a börtönből való szabadulása után megír, ő csodálkozva fogadta ezt, hogy engem nem ítélnek halálra. Hát szinte kész sértésnek vette, hogy nem ítélték halálra. Azt mondta, hogy el volt készülve, hogy halálra ítélik Tukával, meg Tiszóval együtt. És erre, hogy nem ítélték halálra. Ők meg is súgták neki, hogy még szlovák nemzeti szempontból még hasznát is fogják venni idővel. Na, és valóban hasznát vették. Amikor a további különböző koncepciós perek folynak, megpróbálták őt befolyásolni, hogy ő tegyen vallomást, hamis vallomást, még volt kommunistákra is, akiket, mint belügyminiszter, még ő tartóztatott le. No, itt ez becsületére legyen mondva, hogy ilyen alávaló dologba azért nem egyezett bele. Még talán a régi magyar iskolából, meg az esztergomi szemináriumból, mert ő szeminárista volt, hogy éppen nem szentelték pappá, katolikus papot. Tehát valami talán még maradt belőle erkölcsi tartás, hogy azért ezt nem tette meg, hogy a kommunistáknak segített volna további kommunisták likvidálásában. Tehát így néztek ki a koncepciós, pedig mindenütt, Magyarországon, Szlovákiában, ahogy csak. Hogy mondjam, nemzeti és főleg bolsevik barátságban. Az előadást pedig köszönjük, és hát átadjuk a szót a tisztelt publikumnak. Köszönöm szépen a kiegészítést, főleg a felvidéki tekintetben. Egyébként, ami például Jaros Andort illeti, a kuruc.info impresszumában szerepel, sok más ilyen pikáns írói álnév mellett. Emlékszem is abban az időkben, a Gyurcsány Bajnai rezsim idején, amikor számtalan alkalommal hallgattak ki a kuruc.info hírportál ügyében, volt, hogy elő is vezettek hajnalban. Egyszer valamelyik hivatalos személy talán hozta a hivatalos küldeményt Libényi János részére, a kuruc.info-nak talán kiadó igazgatójaként van föltüntetve, és hát mondtam, hogy elhunyt. Jó, hát akkor elnézés. Valamikor egy elnézést kéne, hát a 19. században hunyt el, ugye? Hát ő volt az a Szabó Segéd, aki talán merényletet követte, ugye, Ferenc József ellen. Hát szóval vannak ilyen hagyományőrző, akár pikáns impresszumbeli megjelenések, de van, aki saját néven is vállalja ezt a munkásságot, úgyhogy itt most két kitűnő történész válaszol akkor az esetleges további kérdésekre. Köszönöm szépen Barnabásnak ezt nagyon, nagyon izgalmas előadást. Köszönöm szépen, nagyon szíves. Örülök, hogy eljöttem, már a barátságunk okán is itt a helyen. Köszönöm szépen, hogy eljöttem. De a téma az engem kétszeresen is érint. Két népírósági pernek volt a családom célpontja. Az egyiknek még a nagyapám, aki még Salgótarjánban krampácsoló bányászként kezdte, bányász családban, bányász hagyományokkal, tehát segédvájárként, aztán Selmecen szerzett magának ugye, a híres selmeci bányász és erdészeti főiskolán diplomát, és aztán ment előre a ranglétrán, kemény ember volt, akinek az anyja egy porosz, erős tartású asszony volt, az apja is bányász volt, tehát egy kemény, törekvő család volt, és hát szerintem semmiből mégis eljutott odáig, hogy egy idő után Várpalotára a dorog, majd utána Várpalota következett, ahol ő lényegében igazgató helyettesi rangot töltött be, és hát ebben a minőségében végezte a munkáját a munkatársaival, a bányászokkal is termelte a szenet. 1945-ig, amikor is az első koncepció megjelent a családok életében, mert a megjelenő szovjet katonák elővették őt, odaállították a tárna szélére, és le akarták lökni. Mi volt a vád? Ez volt az első koncepciós perünk. Hát szenet szállítottál Hitlernek. Na most
Hát, hogy az Hitler volt, vagy a magyar nemzetgazdaság, azokat nem érdekelte. Itt van egy ember, azt le lehet lőni a bányába, és ki lehet írtani, meg lehet ölni. Most ezzel azért nem úszta meg, mert aztán mégis csak egy formailag, ugye valóban is tényleges népbírósági tárgyaláson találta magát, ahol őt népnyúzónak, munkásnyúzónak bélyegezték, mert hogy ő kizsákmányolt, hát a kapitalista bourgeois szisztéma jegyében ő a munkásokat dolgoztatta, és ingyen nem adott nekik kenyeret és fizetést. Tehát magyarán őt ott elítélték, és kitelepítették. A helyzet azért volt kedvező, mert kitűnő szakember volt. Aki Selmecen végzett, az akkor legmagasabb szintű bányászati erdészeti tudásával rendelkezett. Ilyen értelemben az új értelmiségi generáció, amely lehetett párthű, meg lehetett kommunista, meg bolsevik, meg minden egyéb, de hát mondjuk és műveltségük kevésbé volt, és szakértelmük ahhoz, hogy a szakmát vigyék. Ergo kitelepítették ugyan Bánk község területére, Nógrád megyében, feleségével együtt, de nem az a sorsa lett, mint aztán apáméknak, vagy az apámnak, akit szintén kitelepítettek. Tehát magyarán ott szenvedett ebben a helyzetben. De most a népbírósági tárgyalásnak megmaradtak a dokumentuma, ezt majd szeretném neked odaadni, mert szerintem föl tudod venni ebbe a dolgba. És mit akarok ezzel jelezni? Hát az, hogy nem csak a csúcson voltak célszemélyek, hanem középkáderek. Hát egy igazgató helyettes, egy bánya igazgató helyettese nem volt miniszter, nem volt államtitkár, nem volt főosztályvezető, nem volt bánya igazgató. Dolgos, rendes, tisztességes magyar keresztény ember volt, akit el kellett kapni. És biztos vagyok benne, hogy ez a gyűlölet hullám, ez a megtorlás, mert nevezzük így, hogy az első hullámban a szovjetek végezték, a szovjet hadsereg, az biztos vagyok benne, hogy ők kapárból, akit elkaphattak, az falhoz állították, és a fasiszta vagy előíték a tárnába, hogy kivégezték. Ilyen értelme kellene kutatásokat végezni, hogy mi történt. De hogy ebben vannak kis emberek, úgymond kis emberek, nem csak ezek a nagy miniszteriális rangú, országos hírű, elit politikus, hanem kisebb emberek, akik nem csupán politikusok voltak, hanem gazdasági szereplők, említette, hogy értelmiségek is voltak közöttük, de egyházi emberek, hát azokra is kiterjedt, hát azért azt ne hagyjuk őket ki. Hát minden és mindenki, ami a bolsevizmussal, a kommunizmussal nem illet össze, annak a képviselőit, hordozóit, jelképes embereit, ők célkeresztbe vették és kinyírták. Hogyan tudtak megmenekülni? A másik, tulajdonképpen másik ügy, amiről szeretnék beszélni, hogy családban volt egy, ha úgy tetszik, magasabb szinten politikát űző személy, ő országgyűlési képviselő volt. Tagja maradt annak a bizonyos csonka országgyűlésnek, amiről beszéltél, tehát ő is a képviselőtársaival együtt menekült az orosz front elől, de valahogy megérezhette, hogy azért rá és rájuk nézve itt szomorú idők következnek, tehát ő nem adta át magát angol száz fogságba, Spanyolországba tudott menekülni, és Spanyolországból meg se állt Dél-Amerikáig családostul. Ha nem így tesz, akkor a csonka parlament tagjaival együtt őt is egyébként háborús bűnösé nyilvánították. Tehát ő háborús bűnösként menekült. Igen, onnan mindenkit egyébként. Akkor vagy golyó, vagy kötél általi halál lett volna a sorsa. Tehát ne képzeljük azt, hogy itt kesztyűs kézzel bántak a Horthy rendszer. Tessék? Jó. Ne folytassunk át beszédet. Jó. Ennyi. Tehát ezt akartam mondani. A harmadik pedig, amikor az apámat 57-ben népbíróság ítéli el, azzal a váddal, hogy kivégző osztagot szervezett a kommunisták elpusztítására. Teljesen légbe kapott dolog volt. Az egész országban ezt ismételték meg. Ez jól jött a népbíróságoknak, hogy egy ilyen hihetetlen váddal leszámoljanak az 56-os forradalommal részletekkel. Köszönöm szépen, hogy itt akartam. Akkor egy-két mondatban reagálnék. Egyrészt nagyon örülök, hogy a bányászokat szóba hoztad, ennek több oka van. A anyai ágról a családom már azelőtt Tatabánya környékén élt, mielőtt a város megalakult. A Vértesben, illetve Vértes környéki falvakban, illetve olyan tettődésen, amit később ugye beolvasztottak Tatabányára, ugye Bánhida. És a tatabányaiként ugye ezt jól tudom, hogy kezdve a bányásznappal
ugye a kommunista hatalom ezt az egész bányász életérzést, meg ezt az egész ipari bányászati milliót, ezt teljességgel a szó olyan értelmében marxizálta, hogy amikor akár mondjuk tatabánya, vagy akár a bányászlét, vagy bármilyen dolog szóba kerül, akkor már rögtön ugye a marxizmus, illetve a kommunizmus jut az ember eszébe, és ezt olyan szinten belevésték az emberbe, hogy sokszor nekem is emlékeztetni kell magamat arra, hogy ez nem igaz, hiszen a bányászatnak jóval korábbi hagyományai vannak, mint hogy a marxizmus ugye vetette a lábát. Például igen, és ez szerencsére aztán Tatabányán is enyhült, én például Tatabányán a Szent Borbála szoborral szemben lakom. Tehát azért ez így enyhült a 90-es években, illetőleg hát nyilván a hagyományok azok Cselmezben, stb. Tehát messzebbre vezetnek vissza. Vagy például, hogyha konkrétan a háborúnál maradunk, pont a Kuruc Infón volt szerintem erről tanulmány, hogy Dorogon, ugye ez is Komárom-Esztergom megye, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon arányú egy ilyen bányász ellenállás volt a betörő szovjetekkel szemben, tehát konkrétan az fegyveres volt, az akkori hungarista kormányzat is támogatta, tehát ott nagyon, nagyon nagy ellenállás volt bányászok részéről. De nyilván nem ez volt az egyetlen, tehát ennek meg volt a hagyománya, és nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztad. Illetőleg még egyrészt erről a Csonka parlamentről még beszéljünk majd, mert ez nagyon érdekes. Illetőleg itt, hogy szóba került ugye Felvidék, ezt akartam mondani az előadás során, de nem mondtam, úgyhogy most kiegészítem, hogy bizonyos embereket, most csak az elcsatolt országrészek miatt jutott eszembe, például Jugoszláviának kiszolgáltattak a magyar népbíróságok, magyarországi népbíróságok, például Szombathelyit, igen, akit egyébként, ha jól tudom, itt talán még abban az értelemben fel is mentettek, hogy itthon nem kapott volna halálos ítéletet, de végül azt hiszem pont, hogy Riesz miatt kiszolgáltatták Jugoszláviának, ott még halálra ítélték. De nem ő volt az egyetlen, akik ugye a délvidéki hadjáratban például részt vettek, Fekete Almi, Zeidner Ferenc, Grassi József, ugye ezeket az embereket mind kiszolgáltatták, őket kivétel nélkül halálra ítélték, de például Újvidék polgármesterét is, akinek most a neve szerintem nem fog eszembe jutni, valamilyen Viktor. Tehát, hogy sokakat így szolgáltattak ki, illetve még egy dolog, amit akartam az előadás végén mondani, csak aztán elfelejtettem. Ott hátul vékony csomóhoz barátomnál kaphatott bizonyos könyvek. Az egyik úgy kapcsolódik ide, hogy Csia Sándorról szól, aki a Nyilas Korona tanács tagja volt, őt is halálra ítélték, és abban a kötetben ott van a kézben, így van, köszönöm szépen. Ennek a megalkotásában én is segítkeztem Csongornak. Tehát úgymond ebben az én kezem munkája. Illetve egy másik könyvéhez, amit ő írt, előszót is írtam, úgyhogy lehet nyugodtan válogatni a könyvek közül. És az idő rövidsége miatt most már csak egy kérdezőnek tudom megadni a szót, az pedig pikáns módon nem más lesz, mint Horthy Miklós utolsó diplomatájának özvegye, Szent Iványi Ágnes, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, és esetleg egy-két mondatos bemutatkozással, ha már így konferáltam föl. Köszönöm. A személyes érintettség miatt nagyon nagy izgalommal és érdeklődéssel hallgattam ezt a kitűnő előadást, és szeretném megköszönni a munkáját, és nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Az én néhai férjem most nagyon boldog lenne, hogy ilyen kiváló fiatal emberek viszik tovább, most már történészként ezt a témát, amit én rengeteget hallottam tőle ebből a korszakból, első kézből, élő szóval és írásban is. Tehát nagyon köszönöm, és kívánok nagyon sok sikert a munkához. Nagyon szépen köszönöm én is. És legyen sok történészünk, akik ezeket a témákat feldolgozzák, mert nagyon szükség van a tudatosságunkra. Az egyik megdöbbentő dolog, és fölteszem, ez csak egy ilyen kérdés, hogy milyen nyomás lehetett az Antal kormányon 1992-93-ban, amikor elfogadták az alaptörvénnyel a létrejövő új Szlovákiát, úgy, hogy a magyarok kollektív bűnösek mind a mai napig ebben a jelenlegi Szlovákiában.
Hát gondolkozzunk, hogy ki tesz, és miért, és milyen okbólnyomást, és mit tehetünk mi Trianon ellen, ha 92-ben, 93-ban el kellett fogadjuk ezt a Szlovákiát. Ilyen mind a mai napig ható törvény következéssel. Ez egy dolog. A másik, egy konkrét kérdés, hogy van-e összehasonlítani ellenítés, és meg tudja majd egyszer talán csinálni, minél hamarabb, ha nincsen, hogy összehasonlítjuk lakosság arány szempontjából a volt szovjet Kelet-Németország területét, az ausztriai területet, Szlovákiát, amelyek mindegyik Szlovákia, ugye tudjuk, hogy Hitlerrel együtt támadta meg 1939-ben Lengyelországot. Tehát ez a náci Szlovákia, a maradék Szlovákia, mert ugye a bécsi döntésnél felosztották, tehát a déli része felvidéknek visszakerült. De hogy hány millió szlovákból, mennyit, és hány embert végeztek ki 45 után Szlovákiában? Hány embert végeztek ki a volt Kelet-Németországban? Hány embert végeztek ki Ausztriában? Azért kérdezem ezt, mert én végignéztem az újságokat a parlament könyvtárában, és szinte hetente olvastam, hogy kivégeztek egy magyar elitet. Heteken át, 45, 46, 47, hogy hány embert végeztek ki a 10 milliós Magyarország területén. Na most, ami engem személyesen érint, az én néhai férjem 10 évet ült börtönben, 14 és fél év fegyházat kapott, és tudni kell azt, hogy őt 1946. decemberében kapta el az ávós rendőrség. És nagyon nagy felelőssége van a kisgazdapártnak, és Tildit én nagyon nem szeretem, és nagy Ferencet sem, mert semmit nem tettek annak érdekében, hogy a haza kiválóságait, akiket 46-ban Rákosiék elkezdtek börtönbe vinni, megmentsék. Nem tettek értük semmit, és 47 tavaszán elítéltek 10 ember, 11 ember. Ebből az ötödik vádlott volt az én néhai férjem, és nem említette meg, engedje meg, hogy kiegészítésként szabadjon megjegyeznem, hogy volt egy összeesküvési per. Ez volt az első, nem a miniszterek, mert ön a miniszterelnökökkel foglalkozott, ami érted, hogy a legfontosabb. De voltak úgy kisebb emberek is, ahogy beszéltünk róla. Tehát az összeesküvési per volt az első olyan komoly per 47 tavaszán, amit beindítottak a kisgazdapárt leszalámizására. Tehát ez már nem csak a volt miniszterelnökök kivégzése, hanem már a Horthy Erika, ahogy ön ezt nagyon ügyesen elkezdte elemezni nekünk, de ez véletlenül kicsúszott. Ennek az összeesküvési pernek egy halálos áldozata, egy kivégzettje volt, Donát György, országgyűlési képviselő. Donát Györgynek szobrot akart állítani Gulyás Gergely, és Boros Péter miniszterelnök az Üllői út sarkán. Ezt pár évvel ezelőtt meghiúsították a baloldali liberális erők, és ez a szobor, én ott voltam, nem kerülhetett a tervezett helyre, hanem a gyűjtőfogházba tették. Tehát még ma is ilyen nyomás van egy magyar hős ellen. Ezt az embert kivégezték 47. október 23-án, érdekes a szám, a dátum. És a következő Dálmoki Veres Lajos, a második hadsereg feje, az egyik elítélt, Arany Bálint, a kisgazdapárt egyik oszlopos tagja, Szent Miklós István vezérkari tiszt, Szent Iványi Domokos, ez a Horthy által Moszkvába küldött ember. Sorolhatnám tovább a neveket, nem untatom a hölgyeket és urakat ezzel, de elindult egy. Tehát a gyávaság, hogy megúszhatják a Nagy Ferenc és Tildi féle emberek, azt hitték, hogy ők hatalomban maradnak. Arany Bálint özvegye mesélte nekem, hogy Tildinél többször járt, Varga Bélánál is, és Tildinél is, és Nagy Ferencnél is, hogy a férjen börtönben van, hát tegyen érte valamit. Semmit nem tettek, és Tildi azt kérdezte, hogy fogadást adtunk. Volt olyan előkelő ez a fogadás, mint a kormányzó úréknál? Na, ennyit egy Tildi karakteréről. De a másik dolog, hogy
amit mindenképpen meg kell itt említsek, hogy milyen kiválóságok voltak. Horthy tudta, hogy a háborút el fogjuk veszíteni. Mindent megtett a magyarországi zsidóság megmentésért, de nem úgy, hogy egy-egy embert mentett meg, hanem úgy, hogy az egész országot meg akarta menteni. A néhai férjem 38-ban, 39 elején az öt legfontosabb embernek az asztalára tett egy 80 oldalas elemzést, amelyben leírta, hogy világháború fog kitörni fél éven belül. Ezt a világháborút Németország és a központi hatalmak elvesztik, és a világháborút megnyerik a Szovjetunió és az Egyesült Államok, és az angol és a francia gyarmatbirodalom szét fog hullani. Ezt 39-ben letette a távozó Darányi miniszterelnök asztalára, az Imrédi miniszter asztalára, Horthy asztalára és még két emberére. Tehát igenis Horthy tudta, és amit szeretnék itt Szálasinak a szövegére mondani, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekeink ma külföldön tanulnak, külföldön élnek, idegen nyelveket beszélnek, mert Szálasi nem élt annyit külföldön, mint az én néhai férjem, aki Amerikában volt 10 évig diplomata, aki bejárta egész Nyugat-Európát, a spanyol frankóféle forradalmat, vagy bocsánat, szabadságharcot, polgárháborút, ugyanúgy lefényképezte, meg vannak nekem az eredeti fotók, nem Guernica, de olyasmi, és pontosan tudta, hogy Európát szét fogják bombázni, a városok tökre fognak menni, és ezért kell igenis odafigyelni, hogy a gyerekeinknek nagy kitekintése legyen, mert Szálasi csak Budapestet, vagy Bécset, vagy talán Berlint ismerte, de nem tudta azt, hogy egy ilyen világszinten nem lehet megnyerni a háborút. És még annyit, hogy Vorosilov azt akarta, hogy Szent Iványi Domokos legyen a külügyminisztere az ideiglenes kormánynak, tehát és mennyire érdekes, hogy Szent Iványi a néhai férjem nem vállalt semmilyen szerepet a debreceni ideiglenes kormány működésében, mert tudta, hogy egy átalakulás lesz. És soha nem diszidált, csak egy 72-ben ment ki, hogy az emlékiratait megírja, és ajánlom figyelmébe a visszatekintés az egyik, a magyar nyelvű könyve, és The Hungarian Independence Movement, a másik angol nyelvű könyve, hogy egy ilyen kiváló történész ezeket az anyagokat is majd vegye figyelembe, mert az összeesküvési perrel indult aztán a nagy szalámizás a miniszterelnökök kivégzése után. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és látom itt az értetlen tekinteteket, hát valóban nagyon fiatalon tartja magát Szent Iványi Ágnes, és kétségkívül nagy korkülönbség is volt, néhai férje is ő közötte, de talán egy történész ezt kronológiailag is rendben tudja tenni, hogy kiről is van szó. Hát néhány szó Szent Iványiról, akinek a özvegyét itt sorainkban tisztelhetjük. Most hát született 1898-ban, diplomata volt a USA-ban, és 1944-ben, amikor már nagyon ég a ház a fejünk fölött, Horthy legbizalmasabb emberei közül hármat elküld titokban Moszkvába, tárgyalni Sztálinékkal. Ennek a hármas csoportnak a vezetője Szent Iványi Domokos, Dálmati Miklós. Telegi Pál, Telegi Géza és Faragó Gábor, a csendőrség főfelügyelője, tábornok, és valóban ő tárgyal, ő adja meg a politikai irányvonalát Domokos a tárgyalásoknak. Mert ő értette a legjobban ahhoz, hogy mit, hol, mikor, hogyan lehet kérni, és miben lehet belemenni a Sztálinéknak a feltételeiből, mit lehet elfogadni. Tény is való, a felkínált miniszterséget nem fogadta el az ideiglenes kormányban, mert ahogyan hallottuk és tudjuk, illegitimnek tartotta ezt a kormányt, és a benne szereplő minisztereket Muszka vezetőknek. Na, igaza is volt. Nos, ennek ellenére, amikor már itthon letartóztatják hamis vádak alapján és börtönben ül, a szovjet szervek többször is kihallgatták. Elvitték a börtönből, kikérték a magyar elvtársaiktól, és ők foglalkoznak vele, a szovjetek. És megemlíti az emlékirataiban, hogy a szovjetek sokkal emberségesebben bántak vele, mint magyar nemzettestvérei. És most kapaszkodjunk meg, a szovjet kihallgatói mindig
miniszter úrnak szólították. Értjük? Pedig nagyon jól tudták, hogy ő nem fogadta el az ő kezükből a külügyminiszterséget. De hát taktikából, vagy őszinte tiszteletből, hát még a megszólításban is megkülönböztetett tiszteletet tanúsítottak Szent Iványi Domonkos iránt. Hát, hogy mondjam, boldog lehet egy olyan hölgy, aki ilyen férfinak válik a feleségévé, és a hagyatékának gondozójává, és szellemi életben tartójává, mert ezáltal az egész nemzet számára tett, végzett hasznos munkát az itt jelenlévő Szent Iványi Ági. Na, próbálnék neki udvarolni, de hát minek? Szent Iványi Domonkos után nincs reményem. Nagyon szépen köszönjük az értékes hozzászólást, és akkor válaszolnék tényleg egy fél mondaton az összeírásra. Ugye igazából ez egy azért nehéz dolog, mert hogy ugye kit tekintünk ilyen szempontból áldozatnak, tehát ugye itt a, ugye mondtad Imre ezeket az egyéni sorstragédiákat. Most nyilván a téma miatt ez jellemzően egy politikusokkal foglalkozó előadás volt, de nagyon sok ilyen embert tudnánk mondani, akik ténylegesen lehet, hogy már csak a család őrzi ezeket az emlékeket, és mondjuk nem volt mindenki olyan szerencsés, hogy nem lőtték be a bányába, valaki ténylegesen belőttek. Tehát így ilyen szempontból az összeírás, ilyen szempontból az összeírás lehetetlen, de összehasonlítani azokról, akikről vannak adatok, ez például egy nagyon érdekes kezdeményezés lehetne. A kelet-német blokkal kapcsolatban ugye ez azért nehéz, mert például itt részben érintettem ugye Nürnberget, ott a Németországot ott még egységesként kezelték, és ott ugye mindenkit, aki ugye a fővezetőségbe tartozott, illetőleg aki valamilyen szinten érdemlegesen a birodalomban szolgált, azok felett ugye javarészt ott ítélkeztek, de nyilván voltak olyanok, akik el sem jutottak odáig, hogy ítéletet mondjanak, fölöttük agyonlőtték őket, stb. Ezeknek az összehasonlítása is például nagyon fontos dolog, de hát már pusztán az, hogy egyáltalán magyar viszonylatban kik voltak azok, akiket így elpusztítottak, mert erről sem beszéltem, mert ez is külön téma lehetne, hogy nem mindenki kapott például, ugye úgymond még csak kirakat mert sem. Tehát Bosnyák Zoltánt ugye említettem Szőr mentén, őt például a legnagyobb titokban tették el lábalól, tehát még csak a nyilvánosságot se kapta meg senki. Nyilvánosságot se kapta meg mindenki, tehát senkit igazából így nem lehet kihagyni egy ilyen összeírásból. Nagyon érdekes kezdeményezés lenne egy ilyen összehasonlítás szinten, és úgyhogy köszönöm szépen ezt az értékes hozzászólást is a többivel egyetemben természetesen. Köszönöm. Köszönjük a kitűnő előadásokat, szeptember rovira kezdődik.